sírunk, tudom, ha nem úgy áll. A nevem mélyen vésd el a padba, hát nem szerethetsz más. A transzisztor már óra rég lejárt, már ez majdnem kikítem. De a buttonom, hát elmegyek, dobolja más, én passzolnám. Bevitált ezután csak a taxin látszakot elment, ahol nem vár. A polának, amit volál engem látsz, a rúzsnyom engem vár. Jön pec voltam, de elég már a sér. Fegyverből hangbőrrel kell, csapán így szólt ez a pusztító tűz.
fiam itt a pénz és a puskán fogd aztán meg nyilváns. Én éreztem többé, már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, s ő azt mondta, hogy elmegy. Soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk. Fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangbőrrel kelt, én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban, szinte vártam e percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzá, szaporázd a lépeit. Itt a pénz és a puskám, fogd aztán menj imán. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörren. Hát így érünk véget, és még az sem éltet. Soha nem látják rá, csak mögött élni az éveit. Soha nem látják rá, csak mögött élni az éveit. Soha nem látják rá, csak mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király, 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 a béka király. Quack, 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 quack. Valamint három samidő, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időn, vitéz Mátyás király urunk, menj be szálas, érettebb napkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim
ömbereng ének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében. S eltűnődék, hová lő az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, töltögő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szuperbuli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány elkel. Már is, hogyha nincsen ló, a dégedőt isze játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szám már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szám már is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha több kész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Adaj a híd alatt, a Margit híd alatt, ad ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Há bizony a tablettásporttól kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboldott a Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap felkel, férjet kerítünk és a jány el. Ha nincsen ló, jó lesz a szám már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szám már is, hogyha nincsen ló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, halló, járat, sziasztok! Na, rég kezdtük így. Itt van Amy, Hammer, Froppati, SSO, Nina, Bajtíz, Anna, Star Stable magyarul. Jana is itt volt, én ezt tudtam, mert megbeszéltük, hogy tervez ajándékozni két tagságot. Egyrészt nagyobb tagságra váltott, amit nyilván köszönök, illetve a két tagságot is köszönöm a többiek nevébe. Itt van Kira is,
Az első György Valkai kapta, ez is megérkezett, a másodikat pedig Star Stable magyarul, üdv a tagok köz, használjátok egészséggel. Ezt a Szonina írja, hogy mindig elfelejti megkérdezni anyukáját, hogy tud-e tag lenni, talán ez arra vonatkozott, figyelj, bármikor tudsz taggá válni. A tagok tudnak tagságot ajándékozni gépről, ez még mindig csak így működik, és örülök, hogyha örül Star Stable magyarul, aztán beszélgetünk itt az alvós live-okat, stb. De az akkor érné, meg mondom, ha legalább a villanyszámla visszajön közbe. Csasi, üdvözletem, mi újság, hogy vagy? Parázs, majom, hello, mi ez a név? És egy Gengár, ez jó poké. Jöttem nézni Baxinál, hallottam rólad. Mit hallottál rólam, Baxinál? Ajajaj. Ezen kívül Arceus the God is megérkezett már, Petra Balog is, üdvözletem, és Varroz, téged is üdvözöllek, szia-szia. És akkor mit akartam az elején? Valamit akartam, srácok. Ja, egyrészt akkor induljon el a donate vonat, és kérdés, van-e, aki szokott Lidl-be járni innen? Nem szponzorál, csak úgy szimplán kérdezem, srácok, van-e, aki szokott Lidl-be járni, és mondjuk találkozott ilyen üveggolyóval? Szép beautyson. Ilyen, ez ilyen üveggolyó. Vagy aki esetleg gyűjtötte, vagy van neki. Csak random kérdés. Egyet kinyitunk, hogy miről van szó, jó? Tehát, hogy... Ez még mindig nem a szponzoráció, csak szimplán egy csomó ilyen cuccot kaptunk múltkor. Csallod, hogy csomagolták ezt be? Ez így konkrétan egy ilyen... extra csomagbontós cucc, unboxing, azaz ném, már mi történik itt, szia Zsolt, semmi, egyszerűen örültem neki, az semmi, mármint minek, Zsolt, nem jött, tehát az első üzid lehet, hallod, mi ez a szétszedés, Lidlbe vettél földet, nem vettem földet, várjál, üveggolyó, ez hogy mutatom be, na, mi ez, csigabiga, hát valami ilyen csigaszerű szellemlény, vagy nem tudom, de hogy ilyen üveggolyó, na, ilyen, érdekes. Hello! Jó, nem. Mindegy, lényeg, hogy kaptam egy csomó ilyet, és majd lehet, hogy csinálok belőle egy nyitós videót, hogyha érdekel titeket. Emiatt mutattam be konkrétan. Ja. És akkor már is kapcsolom a játékot is, elvileg mégis azért jöttünk. Golyónak örültem, csak ráraktak egy matricát. Mindegyik golyó ugyanilyen lesz random matricával, hát az úgy gyönyörű lesz, fiam. Gyönyörű lesz. Szia, Nina! Ami a golyó csomagja, azon van rajta, hogy mi? Ami a golyó csomagolásán van. Hogy mik lehetnek, vagy mi van azon rajta? Várjál. Ja, hogy van egy papír is benne, aha. Ez egy alma. Alma. Steve az alma. Hát jó. Köszönjük. Akkor ezt így kell értelmezni. Köszönöm, hogy volt benne papír is. Hülyéknek, mint nekem. Ma gyakorlat volt. Betonoztunk, meg hasonlók. Wow, az tök jó lehet. Alma. Nekem van egy cserém. Na, majd figyelj, most várjál. De Anna, ne degradáljál le. Hát Anna, te mennyi ilyen LEGO nyitós, meg minden nyitós videóval YouTube-on, kérlek szépen. Hát nekem is van egy pár. Egy. Még egy. Még egy. Még egy. Még egy. És még egy csomó, nem fogom mindet a kezembe venni, jó? Azt hittétek. Azt hittétek mi? Anna, nem érted az almát? Hát könyörgöm, nem nézel, Just Widment, ezzel kiderült. Na, indulunk is mindjárt. És még egy. Baxinak kéne golyónyitás. Az a tervem amúgy, Émi, hogy mikor itt lesz Baxi, vele nyitjuk ki. De ő még nem tudja. Ma eltekerem a gimiig összesen 10,4 kilométert, kaptunk ingyen reggelit, meg Túró Rudit. Ez tök jó, figyelj, Túró Rudi, én is eltekernék. Lesz Kaja Temtem live? Vagy lesz majd? Lesz, a tegnapi videóból kiderült, hogy tovább jutottam, spoiler, nézzétek vissza. Azért csak egyik számolt, mert sajna, még csak ott tart. Igen, még csak egyik tudok számolni. Azért, Jana is azért egyesével küldte a két ajándéktagságot, hogy meg tudjam számolni, hogy egy,
még egy, ne, bedob ide ötöst vagy tízest, nem fogom tudni mi az a szám. Bárki bedob egy ötös vagy tízes tagságot ma, azt nem fogom tudni értelmezni. Úgyhogy, ja, ez óvatosan. Csak egyesével küldjétek a tagság ajándékot, azt meg tudom számolni. A donéteket is csak egyesével, tehát egynél több lesz benne szám, nem tudom számolni. Szia, Zigi. Ja, értem. Melmetálvényítás. Igen, egy melmetálos golyót be kéne trollkodni, de nincsen. Pedig komolyan megcsinálnám. Komolyan megcsinálnám amúgy. Hogy telt a napom? Egész nap aludtam. Tehát, hogy dolgoztam, tegnap nagyon fárasztó napom volt, hazajöttem, ágyba estem, és konkrétan 6-szor nyomtam ki az ébresztőm. Ja. Nem tudok 10-ig számolni sajnos. Nem tudom. De egyest azt tudom. Egy forintot nem enged sajnos, tudom, csak az egyes, meg van mögötte kettő ilyen fura, azt mondták a okosok, hogy azok 9-esek, és ilyen 1-9-9 azt engedélyezi, meg a legolcsóbb tagság is 1-9-9. Nem tudom miért jó az a 9, de az olyan szép, azt mondják, pedig ez nem olyan szép, az 5-ös az szebb. Hosszú lesz ez a nap. Egy forintot sincs, drága testvérem, drága Pati. Hát ez hogy lehet? Egy forint és sincs. Nekem volt. Csak elköltöttem. Így is rosszul jártam, srácok, mondom, akciósan veszek energia, ital, de jó, aztán itthon vettem észre, hogy cukormentes magyarul, vettem üdítőt. Rip. Még jó, hogy nem sokat hoztam. Nem lehet tudni, elvileg nagyon jókra lehet az 199. Igen, az 199 az olyan jó hangzik, azt mondja. Nem tudom mire jó, de azt mondják jó. Na közben viszont Discordon kapcsoljunk egy VIP-et. Keményen a Pati van benne. Az jó, aki játszik is Genshin-t, az a kérésem. Szia, Pati! Hello! Hallod, milyen fa hangod van? Te lettél Pati Kio, vagy mi? Igen, persze. Meg ne nőjön az orrod. Ma nem lesz fárasztó viccek, fáradt vagyok hozzá, én is. Mi a kedvenc filmed? A Norbit. Ez a... Az egyik kedvencem. Ahogy belőtt a hívásban, megakadt a live. Meg az Aladdin film. Ezt nagyon szeretem. Mire ültél rá véletlen? Az életre. Eragon, azt nem láttam filmben. Könyvben olvastam első pár oldalt. Na, ma én sem tudom, miért ültem rá, mindenre is. Na, Csasszi, hát hajrá! Igazából mi most folytatni fogjuk Sumeru felfedezését, de azt mondta Pati, hogy nem tudja, hogy melyik küldik el, megnézzük. Majd előtte gyertek napi küldizni, aki már van azon a szinten, jöhet napizni. Jaj, megmutatott Dorit? Várja, ez a Kolej, ez a Kuki. Hello. 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 Hi. Várjál, már kukizok. Á, látod, a kukizásra meg is érkezett a 249. Várjál, de nem is, milyen szám az? Nem is, mert lebuktam. Lebuktam. Igen, a 9-es azt tudom, a 2-es, 4-es azt csak ráhibáztam. Megérkezett a rózsa. Köszönöm. Így ráhibázni, pont eltaláltam. Star Stable magyarul megelőzött Pati, alszol? Ja, nem, csak vártam, hogy mondd, hogy bemáltunk. Gyere! Megyek. De várjál, azt mondták, mutassam meg a Dorit, de hát az olyan pici szarrá fog halni. Hol a Dori? Ja, tudom, az a Gines, én úgy hívom. Igen. Az nekem hanyas. Itt van. Napszemcsis. Dolja Gines, amúgy is Aladdin volt az előbb. Ez az. Megdörzsölít a csodalámpát, azt izé kapok egy 20 000-es dolar. Mármint egy 2-es és sok 0-ás dolar. A 0-át ismerem, mert azt megszoktam. Az 1-es meg a 0-át. Ezt ismerem. Nem, kapsz egy melmetát. Igen, quest menü helyett csapat menüben. What? Gondolom azt, hogy ott kereskedem. Nem tudom. Na! Elkezdjük a napi küldetéseket, föntivel kezdjük, az valószínű rohangászós le. Dédik, mát, mi az, hogy túlnyomom? Nem nyomom túl. Nekem nem tetszik annyira Dori. Szerintem aranyos. Nekem tetszik. Ez a napszemüveggel nem tudom, igazából nekem olyan feelingem van. De mi az, hogy állandóan rossz gombot nyomok, Dikmán, hát. Megőrülök.
Tehát, hogy ez a napszemüveg, ez kb. Olyan, mint amikor, mint ez ilyen szottyadt idős emberek a buszon. Nyáron. Tehát, hogy én látok azért a Doriba egy kicsi kis nagymamát, nem tudom kinek mi. Nekem sem lesz a kedvencem, csak menőzök, hogy megvan. Amúgy a felmegyünk a questhez akkor? Zsigi, köszöntem! Hát köszöntem, Zsigi, biztos vagyok benne. Hát, köszöntél. Köszöntem. Igen. Azért mondom, nagyon ritka, hogy valakinek tényleg nem köszönök, az se direkt. Mi az, hogy kettó? Mi az, hogy kettó? Baj, kedvence Noel szerintem. Abból nem lesz baj. Jaj, olyan fáradt vagyok, gyerekek, agyilag is, meg mindenhogy. De azért nem akartam a mai napot lemondani, csak nem alszom át az egész napot, mert most cseréltem a kollégámmal, és holnap megint dolgozok, tehát most nem az van, hogy Dave másfél napot pihen, hanem konkrétan fél napot. Úgyhogy holnap reggel megint kelek 4-kor. De nézzük a jó oldalát, utána szombat, vasárnap, hétfőn itthon vagyok, kapok egy hosszú hétvégét. Jééééé! Yeah. Én éppenes vagyok. Én nem. Én most ettem meg a croissantomat. Én meg most iszek a tökmagot. Jaj, de az nagyon laktató a tökmag. A kontextre, hogy éjjjök. Várjál, stopp, Albert, az kell. Amúgy Nina írta, hogy azért nagyon boldog, mert örül, hogy van live. Én is nagyon boldog vagyok, ha itt vagytok, meg hogyha gyorsan ideértek, és az első 20 percben nem némakusba kell lennem, mondjuk az ritka pillanatok egyike lenne. Tegnap megkaptam a temtem alatt, hogy nem volt alávágva a szöveg, tehát hogy mikrofon nélkül vettem fel, és hogy mennyire zavaró, hogy nem beszélek. Elég unalmas lenne az összes játék, ha némán játszanám. Hát... Én is éhes vagyok. Nekem még van ebédem holnapra, de azt már úgy, hogy mára, de holnap eszem meg, mert egyszerűen nem vagyok annyira éhes. Tehát aludtam, most mikor ettem volna alvás közben? Felkeltem, megettem az egy croissantom, meg sütit sütött Jana, és inkább a sütit ettem ebéd helyett, rossz gyerek vagyok. Alright. Konkrétan. De majd még maradt, majd megmutatom milyen szépet sütött. Ja, itt be kell menni a templomba, dicsértessék a Jézus Krisztus, engedjetek be. Ár hanyas vagy? Ha én azt tudnám. 50. Ma volt egy hittanórán. De nem is kell ide bejönni, kihez kell menni, srácok, súgjatok, please. Nem tudom, nekünk csak egy ezért... Ja, majd nem mutat, de lehet, hogy ide kell valami Albertet magyarod, stopp Albert, szökik az üveggolyó. Hova szökik? Ezért itt kéne lennie. Ja, lehet, hogy a kóp miatt nem tudom megnyitni. Igen. Jó, akkor ezt hagyjuk a végére. Végére hagyjuk. Szia John, én 7 órás Genshin horgászós lábémet semmi sem múlja alul. Izgalomra vágyik az ember, az igen. Milyen a tej csoki? Én most ilyen fehér csokis lattét iszok, ja. Menjünk ide. Kezdjük el a napi küldiket. Szia Dave, most tudtam csak jönni, mert atlétikám volt. Az milyen? Az nagyon jó hangzik. Tudom, hogy sportos. De hogy mit csináltok azon? Úgy kérdezem, és örülök, hogy itt vagy, Bendegúz. Én fáradtam, most keltem nemrég, azért is csúsztunk 1/4 órát. Nem volt, nem tudtam felkelni. Harcoljatok, mert Dorit szarrá fogják ezek venni. Még most tartottam kövön, mikor te már oda mentem. Na bakker, én már rájuk lőttem. Annyit látok, hogy 12. 10. Volt 200-am is. Na, az jó volt. Na, a hangok már megint felszívottak. Majd én mindjárt cserélek ezután karaktert, most csak megmutattam, hogy milyen. Hogy hozd meg vele. Igen, azt meg tudom mutatni nagyon szépen. De nem, ha megvédetek, akkor nem halok. A halálos hangját. Ulti, ott az ulti, oda néz a lámpám. Kiraktam a lámpámat. Igen, nagyon gyönyörű. Elég szépen néz ki. Igen, menő. Amúgy én komolyan csináltam egy full jó Dori bildet, erre meg csak a fog. Amúgy mit csinál a lámpa? Tehát, hogy az oké, okay, hogy kirakom. Nem olyan sokat. Hát főleg nálam. Hát, Charlie, kettőt? Sebez, nem olyan sokat, 2. Új. Na várj, azt a számot nem ismerem, Pati, nem, tehát az milyen az olyan szép nagy? Nem. Nem? A kettő az egy hattyú. Egyen nagyobb, mint. Értem. Igen. Értem. Egyen nagyobb, mint. Na jó, behozom a Noelt, nem trollkodjuk szét az egész live-ot. Ez meg nem is a Noel. Nem vagyok fáradt, á?
De azt mindig összekevered. Bár megmondtam, mert mindkettőben van sárga ruharész. Meg fehér a hajuk. Meg fehér a hajuk, mert mindkettő lány. Hol van a... Hol a Noel? Ott van. És Dave jól messze van tőlünk. Mi? Hát megyünk a kövi küldihez. Hát csak itt figyeltek a kék kicsivel. Ja, gyertek itt, gyertek ide. Közben amúgy milyen napotok volt, srácok, mindenkinek? Hosszú, rövid? Jó, rossz? Hát rövid volt, meg hosszú. Hát köszönjük szépen. Nem, úgy, hogy melóztam és lassan telt az idő. Na, azt átérzem, nekem a tegnapi munkahely, mondjuk az aránylag most gyorsabban telt, úgy éreztem, de hogy vannak napok, amikor írtó lassú. Feküdtem egész nap. Pacsi, Kira, én is ezt csináltam, csak én aludtam is. Tűrhető, még gyakorlatom lesz 6-tól. Jó este lesz a zsilu, hallod. Mit közé betrolkodott a Dave, amikor unatkozott? Ja igen, ki látta az, hogy betrolkodtam, hogy bejutottam az X-faktorba? Én három helyen is. Az volt a legszebb, hogy mondom, csomóan fel se fogjátok ismerni az új mentort, így is volt, aki írta, hogy ez ki. Hát adom közt. De azért nagyjából felismertétek, hogy ő mentor. Anyukám volt, aki kérdezte, ki az a csaj. Hát mondom. Mondom, anya, látszik, te se nézel X-faktort. Mondta, nincs időm arra, fiam. De amúgy nagyon aranyos Erika és írtó jó fej, random összefutottunk, beszélget. Tudjátok milyen, ha Dave elkezd beszélni? Fél órát pofáztam. Szegény. De nem tartottam annyira fel, mert aranyos volt legalábbis, azt mondta, hogy nem tartottam fel. Pedig ismerek olyan celebet, akihez hozzászólsz és kb. Elküld az anyádba. Meghallgatod neki, hogy művész úr. Ja, igen. Ez egy óra lesz, mert legyőzik. De azért mondom, hogy írtó kedves, és mondom, amúgy előnyben voltam olyan szempontból, hogy megnéztem az interjút, amit róla csináltak, és akkor már tudtam dolgokat, és volt közös témánk például az egészséges étkezéstől kezdve minden, csak ő mellette jár edzeni, amit nekem majd lassan már kéne, hogyha leadok még 5 kilót. Vedd a bakancsot. Azaz, az acélbetétes bakancs, azért vagyok nehéz, igen. Jobbulást kívánok, Kira. Igen, igen, Anna, te reagáltál leggyorsabban. De tartom, hogy a női mentorok közül az egyik legcukibb, bár én a Dalos Bogit is bírtam, vele se volt bajom. Jaj, Dave ezt betrolkodta három helyre is. Igen. Tőlünk kérdezte, hogy ide meg oda még betrolkodja. Ez így történt, aztán igazából... Várjál, azért anyukám reakciója is megért egy misét. Lecserélték a Gáspár Lacit? Mondom, nem. Azt leszük észre, hogy Dave-ből lesz egy olyan, hogy négy zsűjtag lesz belőle. Azaz, négy Dave, meg is őrülné. Oké, okay, kitartás volt a munkába, köszönöm, hogy benéztél. Hát az egyik Dave az non-stop dolgozhatna. Azaz, egyik éjjel-nappal live volna, vagy cserégetne kettő egymást 12 óránként, másik az dolgozna, a harmadik meg, vagy a negyedik meg költené a pénzt, meg lenne oldva. Az lenne a burzsúj Dave. Ez mindent megvesz, költekezik. El van. Ja, azt a nagy szemet kell leverni. Én majd tettem. Én csak a Puskással találkoztam személyesen, meg volt egy jó szóviccem, amit kiemelt annó, csak senki se hallotta, csak akik ott voltak több százan. De már nem tudom mi volt, csak valamivel viccelődtem. De vette a poént a Puskás, úgyhogy ő is normális. A Noellel sokat fogsz ezzel terni. Főleg, hogy igen, ez olyan kb. Mint amikor a Pokémonban mondjuk egy földtípusút ledobsz egy madár ellen, nem sok támadásra találod el. Nem mondjuk én. Szia, Huba! És akkor őszinte vallomásokat kérek, ki az, aki az idei X-faktorba egyáltalán belenézett a cseten? Hányan értették? Nem tudtam nézni, mert a tévében nem tudom, hogy robot ki van kapcsolva. Én néztem, mert szeretem a selejtezőben a sok trash-t. Meg volt a Varga Irén alap, hogy néztem, ne viccelj. Ki nem hagytam volna. De oda nem mentem, mert mellett nem lehet tévét nézni. Én amúgy a nagyszüleimmel szeretek a legjobban, a nagypapám olyan aranyos, képzeljétek el, végig kommentálja, felér egy zsűri taggal. Tehát, hogy mit tudom én, meg ez volt a harmadik, ugye? Mhm.
Szóval jó, akkor lépjetek ki addig, amíg ezt megcsináljuk. Tehát, hogy konkrétan végig kommentelt mindent, de olyan szakmaian. Hát szerintem itt a utolsó hangoknál probléma történt, és hogy hát nem értem, mit újonganak, meg minden, akkora arc, tehát, hogy hát volt kit örökölnem egyébként. Hát de legalább vicces az enyém. Nagyon vicces, nagyon vicces. Nálam végig beszéli. Ezt mikor valamelyiknek szurkolt, akkor mondta, most erre kell szavazni, erre kell küldeni az SMS-t, a többi nem jó, ezt kell megnyerje. Meg kell nyernie. Azaz. Temtem Pokémon Copy? Nem szeretem, amikor a copy kifejezést hívják valamire, ami hasonló alapvetően tematikailag, mint játék, mint ahogy a matematika, se fizika. De sajnos a fizikában is van matek. Rész. A kémiában is van matek. Meg a kémiában is, de attól nem ugyanaz a fizika, kémia, matek. Talán ez a legjobb példa rá. De hasonló tematikájú játék, mint a Pokémon játékok lényegében. Mész a világba, legyőzöd, akit le kell győzni, gyűjtögeted a lényeket és fejleszted. Igen. Nem azt kaptam a világ legkönnyebb napi. Hát én itt esküszöm, nem tudom, most sincsen lila. Tehát ez kint van? Vagy mi a szar ez? Victoria Sister, akkor az kint van. Aha, kint van. Igen, Victoria Sister az folyton kint van. Visszajátszásban nézzük. Én most találtam ezt streamer oldalt, nem spoiler, de hogy, vagy nem, nem azért mondom, de hogy beírjátok, hogy RTL klub élő, és a legelső cuccnál kinyomsz egy reklámot, és tudod nézni telibe a tévét. Én ott néztem. Úristen, sokan megszűnik az RTL klub. Hát, meglátjuk azt még. Ja, össze kell söpörni, akkor viszont nem jó a Noel. Ehhez a izé kell, az utazó. Tényleg lehet mással is söpörni, vagy csak az utazóval? Igen, lehet, a Barbarával is lehet. Lehet Barbarával ugye lemosni, lehet tüzes karakterekkel ugye felgyújtani. Ó, azt nem is tudtam. Levegő karakterekkel meg lehet ugye elrepíteni. Mhm. Hamarosan jön az új Pokémon, hasonló game koromon. Nem hallottam még róla szerintem. Körcél? Te azért pokés dolgokból otthon szoktál lenni. Hát nem ismerem. Meg attól függ mire? Tehát, hogy PC-re, telóra. Telósokat nem adom már általában, azok tényleg kopik és semmi közük az a játékokhoz. Na, hogy Pokémon hasonló. Igen. Akkor így nem is. Ó, telós, azokat nem is adok esélyt, azok nagyon-nagyon gagyik szoktak lenni. Fel, hogy ha legtöbbször úgy reklámoznak, hogy benne vannak a Pokémonok. Igen, és amúgy meg nem. Van nem. Benne egy Onda Pikachu annyi. Kb. Kb. Hozok pirítóst, jó étvágyat, Anna. Nekem is hozzám. Múltkor ettünk pirítóst abban a helyben, ahol elmentünk Janával reggel kajcsizni. Ez jó volt. Mármint, hogy nem az volt az alapkaja, csak adtak hozzá. Meg voltam lepve. Körcél, majd remélem, meg Zsilu tudtok segíteni abban, hogy hogyan tudom megkezdeni azt a feladatot, amit Pati megválaszolt nekem, hogy 2-3 nap megcsinálni, hogy Sumeru feloldása meg minden, de attól elkezdjük, csak nem az egészet csinálom akkor ma. Most nem emlékszem, hogy a videóban hol mutattak, mert ugye végignéztem egy összevágott videót, hogy a nem tudom hány nap, azt hiszem. Hát én ezt megértem, de én nem is ez volt a kérdés, hanem hogy mivel kezdjük el, mert amikor itt voltunk Sumeruba, akkor mondtátok, hogy van rész, ahol nem tudok elmenni, csak küldik kell. De szerintem a zsirulék jobban tudják, mint én, mert az ilyen feladatokat nem olyan tudom. Mindig beteszek ide egy másikat, akivel tudok is haladni. Mindig a Dori helyett is. Fő történet? Mindjárt megnézzük, hogy abban hol tartunk. West menü. Szerintem még az izénát tartasz a kezemmel. Ez még nincs befejezve, ez a... De ez nem is tudom, hogy mi. Nem tudom melyiket. Az alta levő a... Ez? A interjú. Requiem? Aha. Na, akkor oda elmegyek. Ó, de lent van. Aha, jó.
Na várjál, oda hogy megyünk? Hogy megyünk? Onnan megyünk. Aztán majd még fogunk együtt játszani, mert ma fogunk bosszokat is verni. Big boss. Azaz. Annyira várom, hogy megjöjjön a gépem. Elhiszem baj, 10 olvastam, hogy írtad, hogy nem jó. Jó, aztán szombatra néztem, hogy írtátok, hogy nem fogjuk tudni az SSO-ba megcsinálni a szülinapi cuccot, mert kivették. Én nem tudtam, hogy egy hétig van benne, aztán senki se szólt nekem, hogy az kiveszik. Volt valami szülinapi túrás feladatos rész, és azt én azt hittem, hogy most meg tudjuk csinálni. Én azt megcsináltam, igazából nem volt nagy durrnás, adott pár kaját, meg ezeket a tűzi játékokat, meg adott egy ronda pulcsit. Ja, azt hittem, hogy valami állatot vagy valamit ad legalább. Nem. Akkor nem bánom. Olyan, mint tűzé, tavaly az újszín ilyen csillámos pulcsi, csak most zöld és kék. Uh-huh. Hát akkor csak sima edzés lesz az nap, mert hogy... én azt terveztem, hogy azt csináljuk meg, aztán ma írta a Star Stable magyarul, hogy azt már nem csinálod meg. Csak mondtam, hogy nem... Csak mondtam, hogy ne ilyenkor szóljatok, srácok, ha látjátok, hogy 6 napig van valami egy játékban, és szoktuk játszani, írjatok rám, hogy Dave, hozd előre azt a live-ot, mert nem lesz. Tehát most itt jó jött volna, simán kicseréltem volna 2 napot. Csak hát... Tudom, hogy a Fall Guys témát most sem mondjam, csak hogy van egy ilyen 10 napos event benne most. Igen, lesz is Fall Guys. Lesz. Ó, Arceusnak tegnap volt a 16. születésnapját, akkor Isten éltessen Arceus, nagyon sok boldog születésnapot, a tortát tartom mongufta emoji helyett beküldtem véletlenül az Among Us. De mindjárt küldöm a tortás emojit. Boldog születésnapot utólag is. És a még... tortában egy Among Us van. Azaz, kiugrik belőle. Igen. Ő az imposztor. Ne, igen, megette a torta belsejét. Aztán mikor jön a sivatag? Én azt hittem, hogy ma, de akkor az még október lesz. Október közepén azt hiszem. Itt azt olvastam volna. Én amúgy most ugye nem mondtam, hogy mi lesz a dolgok, hogy a friss tévén, most nem tudtam ugye azt elérni. Mondtad, hogy nem volt időd megnézni. Nem azt, hogy nem volt időm megnézni, hanem ugye nem fogom megérteni úgysem, mert ugye kínaiul van, meg egy csomó részébe fit beszélnek. A Twitter össze van a kihívva ezek, Pati. Igen, tudom, majd onnan valamit. Azt nézem, hogy hova kéne most menni, ezek közbe készítettek. Quest. Enter the Chasm Underground. Akkor át kell menni a másik térképre? Igen, Underground. Azt hogy is kell? Azt mindig elfelejtem. Írsz egy térképet? Igen. Jobb oda ott van... Várjunk. Neked mert így néz ki neked? Nekem így néz ki a térkép. Ja. Mert hogy nézzen ki? Csaba Gál, üdvözletem! Tetszik a profilképem? Az egy láb. csodálatos. Jövő héten jön a sivatag szerdán. Olyan korán még biztos nem. Legalábbis többiek szerint nem. Várjam, megnézem. Annyi nap van meg a bannerben. Tehát hogy megyek át, várjad, de a mapnál kell, az biztos. Há, igen. Amúgy lehet, hogy szerdán jön. Map... Mert 4 nap van a bannerben. Srácok, hogy nyitok át az éjszakai módba? Vagy a barlangosra? Itt szokott lenni valahol. Ott alul, ott a Balázs sarokban állnak. Ott a domény szó. Ott a domény. Ott csak a domain jelző van. Ja, nem, jobb alsó sarokban. Ah, tényleg, köszönöm. Csak fél vagyok, hogy nem tudom, melyik a bal, meg a jobb oldal néha. Nekem azért furcsa, mert nekem kontroll eltép ki. Ja, értem. De akkor jön, azt mondja a Star Stable magyarul. Oké, én le vagyok szinte mindenbe maradva. Megesik. Hát új terület, S. Én azért nem tudtam, hogy kell megnyitni, ugye... Hát ha pontosan tudnád, te lenni az ügyelet S, de... Töltöttem fel YouTube-ra 4 videót. Na, tök jó, majd megnézem Arceus. Ha úgy van, tedd be a... reklámozd magad, így promózd magad részbe Discordon. Ott fut valaki! Dance Slave! Dance Slave!
Van a kiejtésed évnek, az mindig tökéletes. Igen, Dein Slave, németesen. Amúgy olyan a hangja kicsit, mint... Mindjárt mond egy anime karaktert. Így van. Mint Sasuke-nek japán szinkronna. Én nem tudom, én nem hallottam. Szerdától szombatig kapunk 1600 primót. Igen, be kell lépni napi loginé, tudom. Ez az. De az a baj, hogy akkor már izé, Sino meg Nilu meg nem tudom ki lesz legben öröm. Azt hiszem Albedo. Nagyon jó hangja van így, úgyhogy le a kalappa itt a szinkronosok előtt, faim volt. Na, innen oda kell menni, és akkor ezt csak szólóba tudom, mert Pati azt súgta nekem, azt hiszem. Hol mi? Ez a részén azt hiszem, hogy szóló csak. Akkor addig csak beszélgetni tudunk, meg szurkoltok nekem, hogy ne halljak meg. Igen. Nem így tévtem, mert akarsz annyira az utazóval is jártam. Mert erős. De tényleg mondjuk jogos, hogy sinyen erősebb lenne nála. Hát meg van ugye a Kokomi. Tényleg, hát a Kokomit is be kéne tenni. Ó, oh, most hogy mondod. Hát akkor ez menjen innen haza. Menjél csalja haza magadnak. Nem, így van helyére jól lenni. Úgy, úgy. Azt is mondtad, hogy őt is akarod, de aztán... Én mindent akarok. Azt tudjuk. Jaj, ez a rész. Ó, oh, így már emlékszek. Ezt nem szeretem. Amikor kaptunk annyi donét, hogy minden. Ezt hova kell menni? Följebb, várjál. Nem akarok nagyon híres lenni, amúgy csak hobbi szinten kezdtem, mert teljesen jó az. Nehéz harcok lesznek, akkor baj lesz. Megnézed a feljebbi üzenetemet? Azt írtad utoljára, de akkor jön. Írd újra, kérlek. Nekem C6 tartalglia kell. Nekem nem is kell az a karakter, amúgy. Jaj, beverte a fejét. Nekem se a kedvencem, de hát itt jön az, hogy kinek mi a kedvence. Ízlések és pofonok. Új, ma még feljebb. Írd újra, kérlek, Star Stable magyarul. Másold be, vagy írd újra. Ma kipróbáltam Unite-ba Dodrio-t, nyertem vele. Első körbe. Gyors nagyon, tehát igazából az ultiával Snorlax-et csaptam háromszor. Mert elvileg speedster, ugye? Meg nagyon tetszett, hogy darabonként dobálom be a pontokat. Olyanokat bevágtam konkrétan, hiába ütötték le, leszedtem például a karikát. Hát én már terveztem, hogy Dodiót beszerzem. Jó, nagyon. Tegnaptól lehet nem valós pénz, és azért megvártam én is. Mennyi... 14 ezer, most már ilyen drágán jönnek, mert infláció van, gyűjteni kell. Tehát még ezek a speciális karakterek, külön képességekkel. Igen, gyűjteni kell rá, úgyhogy... Ú, de szépek ezek az ellenfelek, amúgy jól néznek ki nagyon. Na, minden játékban csóró vagyok, jól lefagyott, mint a Winchester. Hát én Unite-ban nem vagyok csóró. Ott most láttam, hogy én is elkezdek gyűjteni, mert most már csak Talonflame hiányzik, és utána megvan az összes, akkor már tudok gyűjteni én is. Tudom, de te most vettél például Absolt? Nem, te a másik, az Elektromossal kezdtél el játszani, amiben a Baxi kedvence. Igen, igen. Láttam, hogy gyakorolgat a Pati vele. Amúgy egész jó vagyok vele. Csak nem tudom, hogy melyik jó választani hozzá. Támadásilag? Nem tudom, én egy időben toltam vele, de nekem... Ha már dönteni kéne, akkor inkább az Abzol, mint ő. Hát nekem egyik se. Nem a te mozgásköröd, meg minden. De meg jobb, mint a Pikachu. Igen. Bár a Pika eventet szerettem. Én nem. Mi rengeteget toltuk rajta. Live-on kívül. A Pikachu event olyan sztokot kapok, mint a Moki. Csak mindig hang nélkül toltam, hogy ne halljam a sok pikázást. Ja, annyit szerettünk fejepáknak egy. Igen, képzeld, Dave, kaptam ösztöndíjat, havi 15 ezer forintot fogok kapni év végéig, 150 ezer. Na hát gratulálok, Stárszor, az nagyon jó. Én annó azt hiszem 12-t vagy 13-at kaptam ösztöndíjba, úgyhogy ez teljesen királyság. Na az jó, én 5000. Ja, jó, de neked régebb, nem vagy annyival öregebb sokkal, mint én, nem, nem. Sokkal régebben volt. Nem, én csak lustra voltam tanulni, inkább középálfolyam. Á, értem. Na most ez fönt van, vagy lent?
fönt írja, hogy 48 méter. Nem biztos, hogy nagyon tartalmas videók, vagy érdekesek. Persze, majd megnézem, figyelj. Adok egy esélyt neki. Mindennek szoktam adni egy esélyt, max utána nem nézem. Amúgy tizedikes vagyok. Ez tök jó. Én nem is tudom, azt hiszem, hogy 11-ben meg 2-ben voltam ösztöndíjas, meg hát egyetemen. De ott már jobban kaptam. Egyetemen azt hiszem 18 volt havonta. De ott csak azt hiszem 2 évig kaptam. Utána már nem kaptam, mert rossz tanuló voltam. Már mennyit a rossz tanuló? Hát az, hogy bugdácsoltam és ezért nem is fejeztem be az egyetemet. Ismerős, én az ECT-t nem fejeztem be. Én azt igen, azzal még nem volt bajom. Hát én úgy ott hagytam, mikor már talán mondta, hogy én még ebbe az évben sem foglak tovább engedni. Az szomorú. És hosszú volt a téli, az őszi szeretem akkor abban az évben. Aha. Na, visszatértem, csak hoztam chipset. Na, jó étvágyat. Nem fogja megenni, hanem áll. Ja, igaz. Veszélyes. De rakom székemre szépen. Nem ültem rá, ez a késkapunk primót már megtanítottátok, hogy nyomkodjam végig. Igen. Igen. Egyik barátom sose csinálja meg, és mindig, amikor beléptem a lakkontjára, akkor mindig ott tüzé, vagy 40 primózsom összerveztem. Az nagyon jó. Igen. Én soha nem kaptam, mert nem volt, csak általánosban, pedig 4-es átlagom volt mindig. Pedig az tök jó, Kira. Most pedig majd mindenki kabátban fog tanulni. Hát ja, borzalom, hogy leviszik a fűtés részleg minden. Nagyon hideg lesz. Már most nagyon hideg van. Én a munkahelyen reggel konkrétan 4-től 6.40-ig, amíg váltás volt, kabátba ültem, olyan hideg van, mert ugye aulába vagyok a recepción, és ahogy nyitogatják az ajtót, jönnek, mennek, nagyon hideg van. Hát a reggelek azok nagyon hűvösek most. Igen. Hát állunk már egész héten ilyen 4-5 fokon van. Pusztulj már! Ilyen 4-5 fok, és délután van ilyen 10-12 fok. Örülök, hogy nem járok suliba. Hát én inkább járnék suliba, mint dolgozni, azért néha belegondolok, hogy mennyibe inkább csak tanulnék 2-3 oldalt egyik napról a másikra. Én szerettem alapvetően tanulni. Amit szerettem, tantárgyat, amit nem szerettem, azt nyilván nem. Azt utáltam. Hallod, nem bírok a páncélja miatt semmit csinálni vele, hát nem hiszem el. Jaj, amúgy azért ma angolból dogát írtunk, annyira könnyű volt. Na. Amik angolból jó vagyok. Hogy egyáltalán az élete? Mi? Most te mit ütöget? Ott az ellenfél. Jaj. Nem itt üti, csak a sígye miatt. Nem bírok a páncél miatt vele. Nem tudom. Vannak olyan enemik, amik felrakják a pajzsot. Amikor rajtad is van. Az a baj, hogy ugye én alapból kontrollerre szeretek genshinezni, de most nem dugtam be, mert még mindig nincs elemtöltőm. Valaki meg akar lepni, srácok, egy elemtöltőt kérek szépen, köszönöm. Akkor lesz még karácsony. Na végre. Hát meg itt már nagyon kell Dave azt csinálni, hogy kombozni az elemeket. De itt nem tudok, mert billentyűn nem tudok harcolni normálisan. Az baj. Na mindegy, legalább legyőztük. Szia, Deathlord! Nem, hogy múltkor beléptem gépről, és tudtam, hogy melyik gomb mit csinál. Átérzem. Azért mondom, hogy ezerszer jobb az irányítás a kontrolleren a Genshinnek. Nem bírok felmászni, várjál már, hol a szarba kell. Aha, és akkor innen? Jobb vagyok én. Ah, megvan, igen, megvan. Na, erre leestem. Szia, Chris Hung Gaming. Ja, itt még több ilyen dög lesz. És sok lesz a harc ebben a
küldetés oldatokban. De örülök. Megpróbálunk mindent tőlünk, te... Ja, egyes a sebzet, az gyönyörű. Hol a négyes gomb? Olyan vagyok, mint a rossz DJ. Melyik gombot nyomtam meg? Négyest? Jó! DJ-ek lenne a legkönnyebb. Azaz. Beteszed a előre összerakott cuccot, és konkrétan kapod a gázsit. Na, miért benyomtak okominak a bőrcsétert, kinyom belőle. Holnap 8 órám lesz. Na, az jó. Ez jó, az sok, nem? Hát 8 óra, az kb. Ilyen fél ötig kapó. Igen, na holnap nem lesz live, úgyhogy igazából arról nem maradsz le. Az sem biztos, hogy én ezeket egyedül le tudom nyomni. Bár mondjuk azért hébe-hóba haladok. Na, lefagyasztottak. Imádom, mikor elkezd ugrálni a helyet, hogy harcolna. Na, most legalább sebzek 5000-eket meg 3000-et végre. 16500! Mi történt? Történelmi pillanat. Képességed. Igen. Jó, kettő megvan. Történelmi pillanat, Dave egyszer csinál, de mi? Azt akartam, hogy egyszer 10000 fölé mentünk, na, ezt fel kell írni. Nézd meg, de milyen páncélod van, te páncélos gyík! Hát ezért szeretek jobban csapatba játszani egyébként, mert egyedül vért ízadok ezen a szinten. Nem, no, én úgy tudom, hogy ez az előtt, csak akkor veszélyesed, hogyha rajtad nincsen. Na hát akkor nekem a Noel az baj. Meg a zsinyen is. Mert annak is van shieldje. Meg a kukinak is. De az még legalább sebez. Ja. De próbálkozunk, megvan. Ezek meg itt alszanak. Reggel 6.40-től fél 4-ig. Halli Isabella, Rosa Havel, vagy Hovel, mi újság, hogy vagy? Új, mi az a nagy állatot? Csókolom, aki még nem tette, dobjon egy hatalmas lájkot egyébként, meg iratkozzatok fel, támogatni szupercset, szupermatrica tagsággal tudtok. Köszi, köszi, meg azzal, hogy itt vagy. Dobjatok be egy lájkot, amikor állt a boss. Az akkorát, mint az a boss. Lehet, hogy meg tudjunk egyezni, odaadjuk neki pályban, hogy elmegy. Rendben, mert én ott beáldozom, bármikor. Palik László, üdvözletem. Hova tűnt Demon Hill? Azaz. Itt a démon, de hol a hill? Igen be a pályán, vigyék már le onnan. Nem lesz többet angol nagy díj. Látszik, néztél sok forma egyet. Nem. Nem? Nem, csak ezeket a palik montázsokat. Mondjuk a montázsokat én is láttam. Azokat szerettem. Na, vezetjük a szellemet. Hát a forma egy az a... pontok, amit nem értek, hogy minek mennek 100 kört körbe. Ma érdekes szituba keveredtem, na mesélj. Au, rossz ugrottam, bassza meg. Hogy megyek innen vissza? Ezt elcsesztem. De valószínű teleporttal. Nem tudom, hogy kell, mit csináljak? Hát engedd el, hogy leessél. A zónásba belehalsz. Ja,
Jó, pont, hogy leugrottam. Jó, akkor megöletem magam valahol, vagy nem tudom. Vagy hogy... Akkor már teleportálj vissza. De melyik teleporthoz? Hát, amit van a legközelben. Ez? Vagy a másik? Ez. Melyik? Az Tommy Hall-nál. Az alsó. Alsó. Szia, édeskert! Itt akkor még egyszer megpróbálunk feljutni. Azért nem szeretem én ezt a részt a föld alatt itt nem szeretem. Hát ez nincsen messze, vagy nincsen közel Körcil, ez rohadt, ugyanolyan messze van. Odaig el se tudok repülni. Egy jó oda fel tudsz menni. Megnézzük. Oké, Anna. Ma írtam két röpit is, egyet töriből, másikat bioszból, mindkettő hibátlan lett. Na, GG, és nagyon ügyes vagy. Így tovább. Érek két főplabdát? Egy idősödő nő megállított, elkezdtem mondani a dolgait, hogy neki kéne segíteni, és véget állított le, én rajtam látta, hogy dominanciát, mi? Az mi? Aztán sokáig beszéltünk, utána kiderült, hogy ja, értem. Viszont az ilyen témájú dolog az még mindig nem fér el a chatre, Death Lord, úgyhogy törlöm. Ott sem, ott meg bárki elolvassa, a kisebbek ott is fenn vannak. Hát, privátba. Privátba maximum, Death Lord. Hogyha plusz 18-as a dolog, vagy bármi olyan érintő, srácok, azt ne a chatre. Ezt már ezerszer elmondtam. Na, itt van egy kicsik is. Hát innen se vagyok közelebb, Körcil, már nem azé. Szerintem nem jó fele jöttem fel, vagy bárre, de innen még lehet, hogy át tudok mászni. Á, jó, megvan. Fú, de zavar ez a sötét amúgy. Földrajzból 3-as, ezt én örültem, ha azt kaptam. Földrajz, csak tudni kell, hogy hol van a... Ne, már megint leesik, utálom ezt a barlangot, gyerekek, megvan, miért nem csináltuk ezt múltkor is. Ezért. A vaktérkép miatt voltam mindig 3-as, nem tudtam megállapítani, mi hol van. Meg hát minek, ha akarok, akkor úgyis használok térképet. Én sem tudtam azt. De én képes voltam az, hogy a folyóra rávágtam, vagy a országhatára, vagy valami határa, azt mondtam, hogy az egy folyó. Valaki érni mindegyike, hogy vidék. Azaz. Na várjál, próbálunk feljutni. Igen, és itt voltunk az előbb, vagy nem? De ott a gyökér. Igen. Nem. Ott bal oldalon fel tudsz mászni. Bal. Aha. Bal oldal is alok. Még kicsit balra. Igen, de meg van kecsingje. Van. Ja, hogy annyira balra, hogy jó, az messze a másik oldal. A live-ban még akkor középen volt, ha azért mondtam, hogy bal. Na hát itt se jó, basz, meg nem látok semmit. Komolyan az a baj, hogy miért utálom a Genshin-t ezek miatt. Nekem az MMORPG ez kifúj a metinbe, azt élvezem, ölsz, mész, izé, stb. Ebben ezt, ennyit kell ügyeskedni, ez már nálam messze negatív kategória, mert akkor ügyességi játékot játszanék. Kávé. Megjött az allergia szezon, és ne is mondd nekem, folyamatosan könnyezik a bal szemem. Most vagy allergiás, vagy beteg leszek, vagy nem tudom. De zavar. Azt kéne mostod. Az már megtörtént, vagy napi tízszer. Látásmező állító van-e benne? Kettőt és könnyebbet. Nincsen. Nincs. Szia, SSO Channel. Ezt fel tudom oldani? Fel. Dick lefelé megy, fentről lóg a teleport. Nekem meg lefele kéne amúgy mennem, írja, hogy lover, lavor. Itt hol megyek? Ja, itt. Ugye? Vagy nem itt? Igen. És itt hova? Mert előbb is itt rontottam el. Megvárom, amíg odaér a kép. Szia, SSO Channel, hogy tudjatok súgni. Ati, te tudsz valamit?
Én nem jutottam még el a sztoriba ideig, szóval nem tudom. Mert ha itt most megint leesek és semmi. Én az inazumás üzénel leragadtam, mert rusta voltam csinálni. Szia István! Na várjál, itt meg most azt írja már, hogy magasabban. Érdekes. Hát most vagy ide. De nem emelte ki egyből a szárnyát, ide még át tudok esni. Hát ide szerintem használd ventit. De amúgy nem lenne egy rossz ötlet. Szia Emese, éppen Rage-hez közeli állapotban vagyok, mert nem értem, hogy merre kell menjek. Itt meg most magasabbat ír, de hát... Igen, itt följebb kell menned. De itt vagy kint? Na, Ventivel se tudom, hogy hogy kell csináljam a cuccot. Le fogok itt is esni. Na, ennyit erről. Tényleg lehet, hogy mindjárt abba hagyom, gyerekek, annyira fölbasz, hogy nem lehet együtt csak szólóba. Neked a baj a Genshinnel, hogy kóp, de mégse kóp. Igen. Na most teljesen leestem. És ide kellett jönni, na ne csesszél már föl! Mi a Star Stable magyarul szerintem Dave-nek le is van. Ezért szint. De várjál, nem ide kellett. Most meg azt írja, hogy 91 méter, nem merre? Azt mutatja, hogy fent. Hol fent? Nem csak, hogy az ikon mutatja, hogy felfelé mutat. Jó, visszamegyünk a teleporthoz. Onnantól tévedtünk el. A world levelt már szerintem lejjebb állítottuk amúgy. Igen, szerintem is. Mert hol mondod amúgy? Lövdött be van. Igen. Már lejjebb van, nem? Igen, már csak azt mondani tudod. Hát azért mondom, le van már víve. Na, itt nem érted, itt nem... Ja, oda! Hallod? Most meg mutatja. Innen ugrátunk, mint a hülyék. Jó. Ez senki nem tudta, hogy oda kell mennünk. Én se láttam. Na. Végre! Cirka 20 perc alatt csak ide értem. És most? Megint jó lenne, ha látnék valamit. Hát az akkor... Ott szembe menjél. Ott van a sárga folt. Az lesz a tervem. Na, örülök, hogy jól laktál, Anna. Igen. Innen most merre? Magasabban. Amúgy mi újság, Emese, jobban vagy? Már azt hiszem, te is beteg voltál. Igen. A zene az szép, de ez az egy, amit ki tudok emelni ezen a részen. Itt se látom, hogy hova kéne. Nyomj egy V-t. Várjál. Mert... Ott van, megvan, megvan, megvan. Jó. Pati, adj már nekem. Tényleg, Dave, el tudtad intézni az Epic Fortnite ügybe? Igen, igen, megoldódott, minden rendben van, minden rendben van. Kiderült, hogy tényleg várni kellett 50 napot a kifizetésig, úgyhogy igen, rendben megtörtént minden, minden megvan, minden királyság.
Ja, tényleg két dolog, el is felejtettem az elején mondani, jó, hogy felhoztad. Az egyik, hogy végre megérkezett a Fortnite cucc. Végre. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer az összes támogatómnak. Viszont, mint ahogy már mondtam a múltkori live-ba is, nem feltétlen forti sorsolás az, amire vissza akarom forgatni, mert az bonyolult a szituáció. Mindegy, lényeg az, hogy még ebből is levontak, tehát, hogy megkaptam az adott összeget, és annak egy x százalékát levonták a bankok közötti átutalásnál, nem is tudom, mi volt a megfejtő, vagy alap kifejezés, de bőven majdnem 1000 fölött levontak. Úgyhogy majd ki lesz dobva amúgy szavazásba, a 24 órásra tartogatom egyébként a meglepít, hogy sorsolni szeretnék, és majd meg tudjátok szavazni, hogy mit szeretnétek. Tehát lesz az az opció, hogy Fortnite karakter, tehát hogy 2 darab skint, lesz az az opció, hogy csatornatagságot, meg lesz az az opció, hogy Battle Pass, de Battle Pass-t amúgy is fogok sorsolni, mert kaptunk egy felajánlást. Szabad kérdezni, mit dolgozol? Igen, recepciós vagyok egy társasháznál. Mi lenne, a live-on kívül csinálnád meg, mert ez neked így szenvedés. Live-on kívül nincs az az Isten, hogy én játszak ezzel. Haladunk szépen néha nyugodtan. Néha napizmény. Igen. Plusz közös megállapodással egyelőre a pamutlaboros szponzorációt azt lezártuk, mert emelni fognak az árakon, nem keveset. És hát ugye, mivel a nézőim nagy része az kiskorú még, bár már azért fele-fele arányba vagytok inkább, meg mivel most, hogyha válság lesz, legutolsó dolog, hogy pólót tukmáljak rátok, vagy pulóvert, őszintén, ezért megállapodtunk, hogy nagyon köszönik az eddigi együttműködést, én is nagyon élveztem, 4 hónapig voltam szponzorációba velük, és majd, hogyha a válságnak vége, akkor lehet, hogy visszatérünk a szponzoráció folytatására, de ideiglenesen lezártuk. Ezt azért akartam elmondani, hogy innentől nem jön majd reklámba, meg nem kell kitennem a logót, meg minden. Én nagyon-nagyon örültem neki, nagyon szerettem, meg még egyszer azt is köszönöm nektek, hogy ráklikkeltetek a linkre, meg hogy megnéztem. Meg tudom, hogy a pamutlaborosnál sokan rendeltetek, a titakusnál kevesebben, de ezt meg is írtam nekik, hogy a pamutlabor részlegen nagyon sok jó ruha verzió volt, vagy minta verzió, míg a titakúnál negyed annyi. Úgyhogy, ja, ennyi a hírek, amik történtek. És köszi Deathlord, mert tökre kiment a fejemből, hogy elmondjam. Pedig akartam. Na most innen hova a fenébe kéne menni? Mert most nem látom azt se, hogy föl vagy le. De eddig végig fölfelé haladtunk. A nyomja így V-t. Dupla V-t? Ja, hogy így bedobja. Aha. Felfelé. Hogy tudok itt felfelé? Ott le van zárva a fölút. Hát ott szembe itt víz. Maximum. Hú, ez nehéz szülés volt. De csak megvan! Én Wishről rendeltem egy Dragon Ball-os pólót, az is egy megoldás. Egyébként azt nem értem, hogy ilyen normálisabb streamerek, mint te, sokan mások miért nem kapnak valami extra boostot, motivációt, vagy valami helpet. Egyrészt ez kedves tőled, Deathlord, másrészt meg azért, mert a trash még mindig eladhatóbb Magyarországon. Bár nekem most az Erika, ugye a mentor Erika, ő most mondott tippeket, hogyha kicsit feljebb akarnám futtatni a csatit, akkor TikTokra kéne megosztani vicces jeleneteket, meg vágott részeket, meg minden. És a TikTok most annyira szárnyal itthon is, hogy sok nézőt be tudna vonzani. Csak tény, hogy lusta vagyok összevágni videó részleteket, meg legjobb pillanatokat, meg az nem annyira megy nekem. De javasolta nagyon a TikTokot, hogy mondta, hogy vagy hogyha nem is gamer tartalmilag, de hogy ott legyek egy kicsit ismertebb, és akkor hozzam át őket a csatornára. Tegnap ilyenekről is beszélgettünk. Ez egy jó pont. Igen, mert mondta, jó, hát most mondta, hogy ő nyilván a Faktornak köszönheti, de hogy azt hiszem, hogy 87 000 követője lett 5 nap alatt. De hát mondta, hogy nyilván ez a műsornak is köszönhető. Illetve azért az is szóba került, hogy attól, hogyha nem is tudok jól produkálni magamat, mint éneklés vagy rap, egy körre el kéne menni, mert az is nézettséget hoz, de őszinte leszek veletek, én lejáratni nem akarom magam. Tehát, hogy tudom a képességeim, valóban vannak saját rap dalaim, léptem is fel annó, de tudom, hogy ez az X-faktorban inkább kevés lenne, mint sok. Bár mondta, hogy
nézem meg, hogy azok, akik voltak, mondjuk nem jutottak be, de azoknak is 50-60 ezerrel megdobta a TikTok feliratkozásukat, mondom. Én ezt megértem, de ezen majd még átrágódom jövőig magam. Tehát mondta, hogy ott nem feltétlen az a lényeg, hogy bejuss, hanem az, hogy lássák, hogy te ki vagy, és a bemutatkozó részben végül is tudsz annyi mindent mondani, ami érdekes lehet egy embernek, attól független, hogy egy zenei tehetségkutató. János. Mond. Mit hőhev? Őt amúgy imádom, tehát vele is találkoztam már személyesen, csak nem csináltunk képet. Nagyon nagy arc, én bírom. Kétszer találkoztam vele, de nem úgy, hogy beszélgettünk is, csak hogy személyesen láttam, meg ott voltam egy buszmegállóban vele, ez ám a valami. Fölismertem, mert nem nehéz felismerni. És nektek elárultam, hogy egyszer ott voltam, mikor összetört egy gitárt, első sorba ültem. Nagy élmény voltam úgy. Én ott be voltam fosva, akkor még nem tudtam, hogy igazából ő nem ilyen hülye. De én akkor be voltam fosva, úgy széttörte a gitárt előttem, hogy lerepült egy darab. Kár, hogy nem raktam el emlékbe. Oda kellett volna venni, hogy aláírja. Azaz, az kellett volna. Nem is tudom melyik évben, még az eleje fele voltam én ott a Faktorban, ilyen statisztaként háttérmunkába. Nem is tudom, hogy ki volt akkor a mentor, bakker, a nőit, ezt mindig cserék. Talán mikor még a Gigi volt, nyilván amikor ugye Jana szerepelt benne, akkor ott voltam nagyon sokat, mert akkor a válogatón is ott kellett legyek, akkor utána a párbajt, azt csak láttuk, mert amúgy az X-Faktornak köszönhetitek a csatornát, ugye azt tudjátok. Mert ha nem lett volna az X-Faktor és Jana nem megy el a táborba konkrétan két hétig, akkor én nem kezdem el a csatornát. Csak pont úgy volt, hogy elment táborba, ugye, mert tovább jutott, ott a párbajokig továbbment, utána a székes, majd egy 3 hétig távol volt, és konkrétan akkor kezdtem el a YouTube csatornát, amikor ő a táborba volt a Faktorba. Durca. Jó, ja, előtte dolgoztam streamer oldalnak, külföldi oldalnak, meg hasonlók, de az más kategória. De alapvetően ezt a csatornát, ami most vagyunk, ezt akkor kezdtem el, amíg ő táborozott. Hello, hogyan tudok trollkodni? Hát Falak úr, hát annyi ötleted volt eddig, hát most kifogytunk az ötletből. Szia, Fanni. Nem baj az, figyelj, trollokból is lehetnek legjobb mongufták. Sose tudni. Mert holnak a híd alatt vannak. Igen. Videókártyát sikerült megcsináltatni? Nyugodtan kérdezed, Deathlord. Az lesz, hogy Baxi jön át vasárnap és kitisztítjuk a gépet, ha minden igaz, meg ha nem felejti el. Ráhívok Baxival. Azért mondom, hogy vasárnapot beszéltük, csak azt beszéltük, hogy a pasztát ő veszi meg és majd kifizetem neki, azt remélem nem felejtette el, mert nekem ugye hónap is dolgozok, időm nincs elmenni rohangászni. Megkértem, hogy vegye meg és akkor együtt megcsináljuk, ő ért hozzá. És akkor ki is portalanítjuk, és utána tolunk egy Unite Live-ot, aznap megnézzük, hogy mennyivel lesz jobb. Jön a melyik részben szerepelt? Abban az évadban, amikor a Radics Gigi volt a női mentor, viszont nem adták le az Adéltól a Hello-t énekelte, 4 igennel jutott tovább, azt nem adták le. A párbajnál volt egy transvestita csávó mellett, egy kis kövér duci srác, aki nagyon jól énekelt. A csávó nem énekelt jól a transzi, csak az volt az az év, mikor a Puskás először trollkodott és bevitték a rossz énekeseket, és mondta olyan, hogy képzeld, de két olyannal kell párbajoznom, aki nem tud énekelni, mondom, akkor gyerekjáték tovább jutnod. De hát nyilván zavarta, hogy full hamisan énekelnek mellette. Akkor az a harmadik széria volt. Amikor a Puskás betrollkodta, igen, ahogy bevitték a nagyon rosszakat, abba a szériába volt, és akkor ott tovább jutott, és az volt az, hát én tartom, meg tudom, én tudom az alapdolgokat, hogy a fő probléma az volt, hogy a Bio Alexhez jutott, mert a Gigi beszerette volna vinni, az Alex azt pedig kiejtette egyből, tehát hogy elkezdte a székes produkcióját, és az Alex leintette, hogy neki ez unalmas. Mert lassú dal volt. Az X-Faktorban egy vaki kéne, zsűjtagunak. Na, amúgy igen.
Mert hogy az volt, hogy... De tény, hogy én is megmondtam Janának, hogy szar dal volt. Tehát én mondtam neki, hogy őszintén az a baj, hogy ilyen rosszul én még nem hallottam énekelni. Tehát, hogy izgult, be voltak stresszeltetve, reggel 7 óta kb. Készültek a párbajra, és az úgy nézett ki a székes, hogy minket is odahívtak ilyen délután 2 fele, és este 7-kor került színpadra Jana, és az elsők között volt. Tehát, hogy... borzadály volt ilyen szempontból. Én nagyon nem szerettem azt a részt. De nagyon rossz is volt, tehát hogy ezt belátta ő is, hogy kellett énektanárhoz menni, és amiket megtanított neki, úgy rosszabb lett a produkció, mint amikor önmagaként ugye utcazenészből bement oda. És hogy mondja, hát az énektanár olyan javaslatokat tett, amivel nagy eséllyel lehetett tudni, hogy kiesik. És sajnos ez így is történt. De ő nem bánja a mai napig se, tehát hogy félreértés ne essék. Csak annyi, hogy azt mondta, hogy itthon ebbe a házba senki nem hallgat Biolex-et. Azt nem engedi nekem. De... Azaz. De hogy, nem mondom, az Alexa se haragszunk meg minden, ott lett volna, az várták a műbalhét amúgy, mert egyből jött a kamerás, mikor Jana kiesett, hogy hát ha elküldöm a kurva anyjába, meg minden, és én nem mondtam semmi rosszat, csak kisétáltunk, hazajöttünk, le se adták azt a részt, amikor, ezért csak azt annyit vágtak be Janába, hogy elkezdi a dalt, és sírva fakadt, mikor az Alex ugye elküldte, de mondta, hogy nem azért sír, mert kiesett, hanem az egész napi stressz. De úgy vágták össze, mintha azért sírna, mert hogy kapott egy nemet. Hát mindig így csinálják. Igen. Holott nekem mondta, hogy nem arról volt szó, hanem az, hogy kb. Egy kávéval volt aznap, meg egy szendvicse, és olyan éhes volt, feszült volt. Feszült volt a kávé miatt. Meg eleve stresszeltették őket. Figyelj, Janáéknak az ének órája az este 11-től hajnal 00:30-ig volt. Tehát őket betették ilyen irreálisan szar időre, és hívott engem, hogy még most megy énekpróbára, mondom, éjfélkor. És akkor mondja, hát a többiek már voltak, mondom, hát ez kurva jó, és mondom, mikor lép színpadra a párbajjal, mert az még nem a székes, hanem a párbaj, és mondja, hát 8-kor, és mondom, mikor alszol, azt mondja, na azt ő se tudja. De onnan simán továbbított, az Ocean nevű dalt énekelték, fingom nincs mi az, ki az előadó, de ilyen nagyon jó pörgős dal volt, ez tök jó sikerült neki. Óceán, nem tudom, hogy ki az előadó, külföldi dal. Ez a kifordított média már... Ó, igen! Tehát azért mondom, hogy messze más, meg hát ugye amiket összevágnak vágóképeket a tábornál, az tényleg az van, hogy kin ülnek a napon, mondjuk az ugye nyáron volt. Hú, a mostanira kíváncsi leszek, meg kegyetlen meleg volt most. Tehát, hogy kin ülnek a napon, és volt olyan, hogy kiültették őket 8 órakor ott a sétánynál, hogy akkor most ott, amíg forgatnak meg minden, és ilyen 9 órán keresztül ültek a napon, és persze, hogy rosszul vannak, tiszta idegbe vannak, akkor bestresszelik őket, valaki összeesik. Janánál is csodálkoztam, nem vágták be, volt, hogy ment fel a színpadra, és leesett a lépcsőn. Pedig azt hittem, azt bevágják. Mármint ez így visszamenőleg viccesen hangzik, de akkor nyilván azért aggódtam érte, hogy mondja, hogy rosszul lépett a lépcsőn, és hogy a Gigi rohant oda, hogy felsegítse a földről. Ezt persze kivágták, ezt én sem láttam. Kivágták, hogy Gigi milyen kedves. Igen. Kivágták, pedig ez mekkora fogás lett volna, hogy az egyik versenyző lebukdácsolt a lépcsőn, mint Stoll András a Csillagszületikben. Azon pont ott voltam személyesen, mikor a Stoll ott leesett a lépcsőn. Ez nem megjátszott volt meglepően, az tényleg igazi volt. Igen, az lehetett tudni. Azért mondom, az arra is azt mondták, hogy megjátszott, de nem. Na akkor meg a Szelecki Ádám barátom indult, mint énekes, és ő neki voltam szurkolni. És akkor konkrétan akkor volt, hogy a Stoll dobott egy hátast. Akkor Ördög Dovival volt együtt, igen, nem? Igen, és a Fábri levette a zokniát és odaadta a cipőre, hogy ne csúszon, az spontán volt. A Fábri az csak így lenyúlt, hogy tessék itt a zokni, mindenki nézett, hogy mi történik. Az tényleg nem... Még az első évek volt, a 2000-es évek eleje fele, ott még nem volt megjátszott semmi. Az minden full az volt, ami történt. Tényleg, aki néz tévét RTL helyett, mi lett most? Most írták, hogy megszűnt. De még egyelőre RTL, de hogy más lesz a neve, azt én se tudom pontosan. Ki már RTL lesz a neve. Igen. De te tudom. De azért mondom, hogy önmagában amúgy nem volt egy rossz móka, meg minden. Csak sajnáltam, hogy így alakult az egész. Meg hát a másik, ami nyílt titok, hogy miért esett ki, meg kövér volt. Tehát, hogy nem színpadképes. És sajnos a külső 80%-ba számít, és 20%-ba az énektudás.
meg az eladhatóság. Igen, ha nem, jó, ha nem tud énekelni, és vékony a teste... Meg a showman, tehát egy showman be tud jutni, hogyha kevésbé jó is, hogyha annyira nagy arc, tehát én nekem mindig ez van bennem, hogy én nyíltan tudom, hogy nekem az egyik probléma lenne, még ha jobb lenne a hangom is, az egyértelműen az, hogy kancsal vagyok, mert nektek elárulom, srácok, hogy én voltam nem egy castingon, majdnem úgy volt, hogy főszereplője lettem az Éjjel-nappal Budapestnek, csak hát a kancsalság az nagyon nem mutat jól a kamerába, ezt őszintén megmondták, bármennyire is fájó pont. Hogy ha már valami problémád van a külsőddel, akkor az már nem eladható, mert az nem azt látják, hogy na ilyen kell legyél. És ez amúgy egy nagyon rosszul, mert én színészkedtem, meg van drámapedagógiából egy oklevelem, meg hasonlók, tehát én tényleg próbálkoztam, és igazából a színészet helyett lett a YouTube. Aki esetleg ezt nem tudta volna. Szerepeltem én az Éjjel-nappal Budapestbe is, utána kisebb szerepbe, aztán az Édes életbe is, meg Barátok közben, Jóban rosszbanban, de azért mondom, hogy csak nagyon pici szerepekbe, és így azért is maradt abba. Színművészetire meg nem mentem, mert oda kell a tánc és az ének, és viszont tényleg két ballábas vagyok, nem tudok táncolni. Azt végképp nem tudom. És a mai napig... Mai napig ez amúgy fájó pont az, hogy a szemem volt a legtöbbször az ok, ami miatt nem. De hát ez van. Sajnos a kamerának az nem tetszik. Mondhatod, Körcsi, bocsi. Bocsi, hogy így elkezdtem lelkizni, csak most ez így feljött. Nem, közben én némítottam magamat, én máshova beszélgettem közben. Jó. Közben próbálok harcolni amúgy, de így legalább egy kicsit tartalmat is beletettünk. Azért még picit örülünk, hogy így alakult. Jó, hát ez kedves tőle nyilván. Nem tudni, hogy mi lett volna, ha... Mert azt is elárulom nektek, hogy az Éjjel-nappalban kaptam volna még egy esélyt, de ott meg kellett volna játszanom, hogy biszex a karakterem, és mondtam, hogy én nem fogok srácokkal csókolózni még kamera előtt se. Tehát, hogy mármint, hogy a show kedvéje se, úgy értem. Amúgy se, de hogy ott semmi pénzért nem. És akkor mondták, hogy vagy bevállalom azt a karaktert, vagy nem kerülök be, és mondtam, hogy akkor viszontlátásra, és eljöttem. Ez már ilyen harmadik fordulós cucc volt egyébként. Ott ilyen szerepeket kellett eljátszani, hogy gonosz karakter, agresszív karakter, nyugodt karakter, mit tudom én mi. Meg hát mondták, hogy le kéne vetközni alsógatyára, meg mondtam, hogy akkor még kövérebb voltam, mondom, hülye vagy, ha vágódisznót bárhol tudnak nézni a nézők. Mondom, vetköztessétek, akinek kocka hasa van. Tehát sajnos ilyen a show business. Nekem ez az Éjjel-nappal Budapest teljesen kimaradt. Nem vesztettél vele sokat. Egy-két színész, maradjunk úgy, hogy kezdő színész, de akik voltak, amúgy írtó kedvesek voltak, tehát mikor én voltam háttér szereplőként a tetováló szalomba, vagy egy buli levezetésénél, egy ilyen luxus cuccnál, akikkel ott együtt dolgoztam, a Törőcsik Dani, meg ilyenek, ők írtó kedvesek voltak, tehát hogy tényleg nem becsültek téged alá azért, mert van 8 mondatod a sorozatban körülbelül, tehát hogy nem érződött az, hogy te egy senki vagy. De tény, hogy akkor se volt jó hírneve már a sorozatnak, mikor volt ez. Azt hiszem második, harmadik évad körül voltam, de nem sokat. Tényleg nem sokat. Nem is sokért, tehát messze nem sok pénzért. Nem kaptam annyit, mint a valós színészek. De akkor örültem, hogy szerepelhettem. Hát most van nehéz dolgozni. Hát igen. Mi a franc, mi megcsinálnak volna olyanra, hogy ne legyél, ennyi. Nem mindegy. Ez így alakult. Hát a izés, az Édes életes szereplésem, meg ott imádkoztam, hogy csak ne lássa semmelyik ismerősöm. Mikor az volt a feladat, hogy ugye gasztroszexuális óra a nem a Berkinél, hanem a Benkő Dánielnél, és a csajáról kellett füstölt sajtot leszedni, meg kikötözni, meg ilyenek. Mondom, basszus, csak a nagymamám meg ne lássa, mert engem megölnek. És ott már alá volt írva a szerződés, hogy kötelező megcsinálni, amit kér a rendező. Egyszer bugyogóban, meg melltartóban volt a csajszi. Aztán hála az égnek annyira erősen sikeredett a rész, hogy kivágták a 3/4-ét, tehát hogy nem engedte a tévé lemenjen. Úgy örültem neki.
És utána csak fölhívtam, aki küldött engem a hát nem menedzser, de ahhoz hasonlót, hogy nem ebbe állapodtunk meg, mert nem ez volt az alapsztori. Csak szakadt a hó áprilisba, és az lett volna az alapsztori, hogy csak meglátjuk, hogy mesztelenkedik a Benkő kint az utcán, felháborodunk, és kihívjuk a rendőröket rá, meg minden, ez volt az alapkoncepció, és ehhez képest nem ez lett, hanem konkrétan a lakásába voltunk, ami amúgy rohadt szép villa, és minden tök király, tehát legalább elmondhatom, hogy egyszer voltam abban a lakásban. A Benkő az a lantos? A lantos, igen, igen. De ő civilben tényleg ugyanolyan, tehát nem játszott rá, ő full ugyanolyan. Tehát egy másodpercet nem játszott rá abból, amit láttunk a médiában. Tudom. Ugyanez a izé is, a Győzike. Minimálisan rájátszik, de nagyjából hasonló a karaktere a való életben. Velük találkoztam, azért tudok ilyeneket beszélni, mert akikkel személyesen találkoztam, nyilván. Meg a Varga Viktorékkal is találkoztam. A Viktor azóta mondjuk kifordult önmagából, de akkor még abban a korszakban tök kedvelt szereplő volt. Ugye az énekes, aki megcsókolta a Mona Lisát, vagy valami ilyesmi volt a sztoria. Japp. Most viszont föl kéne teleportoznom, vagy mennyire kéne fölmenni? Amellett, hogy itt elsztorizgattunk. Az előbb azt hittem, azt fogod mondani, hogy Varga-nál. Ja, persze, Varga Irénnél nem, vele nem találkoztam még, pedig a West Endnél sokat jártam annó. Hát ami fölötted van teleportod, a nyugodtan teleportálhatsz. Nem lett jó akkor a Fall Guys, Tiffy, sajnálom. Jó, melyiket mondod? Ja, fölöttem. Ezt vagy a fönt, a stont? Ezt? Nézzük meg ami ezt. Pont fölötted van, jó. Az pont. Hogy megtörd a pajzsát, használt kelyát, mert frozen reakcióval könnyebb megtörni a hidro pajzsot. Kokomi hidroszkijét nincs rá hatással immunis rá. Köszi a tippet. Felteszem töltőre a telót. Okay. Én találkoztam Varga Irénnel és dolgoztam is együtt vele. Tyúkozásnál jött velünk tyúkot telepíteni kifelé. Nyilván mindenkinek van jó és rossz oldala, én azt mondom. Nekem is. Azért is tettem ki tegnap is úgy az Insta Story-ba az Erikás képet, hogy őt is le lehet nézni, de ő nyíltan fel is vállalta az interjúba, hogy a színpadon szeret egy picsa lenni, már bocsánat a kifejezésé, őt idéztem, de attól, amit mutatunk, az nem feltétlen 100%-ig ugyanaz. Azért szoktam mondani én is, hogy ne egy videómat nézd meg és úgy ítélje meg. Nézzél meg egy 15-öt, komolyabb hangvételűt, nézzél meg vicces, és úgy rakd össze, hogy ki a Dave. Meg gyere el egy találkozóra, és ott azért észreveszed, hogy mégse vagyok akkora gyökér, mint aminek néha mutatom magam. Na, bejátszás! El tudod, tedd be Discordra kérlek, Tiffy, Émi lehet, hogy tud segíteni amúgy. Igen, azért kérdeztem már. Nagyon sokaknak segített már, Tiffy, dobd be Discordra. Most a Tiffy miről beszél? Hogy nem jó neki a... De izé a klubcsertbe betette Pati. Ja, azt láttam, de azt hittem, hogy most másra betette. Nem. Magyaroknál van ez a tipikus katasztrofális turisztika, vagy hogy mondjam. Igenes. Szia Mufi és szia Karolini. Varga Irén néhány faluval odébb él, ő áll a busz megállóba, buszok meg se állnak. Ne. Nyugatiban rendszeresen találkozok. Hát figyelj, Kira! Tök kicsi. Ahogy persze nem áll meg, ő a Titanicot fávja. Igen. A melyik hajóval jön Budapestre? Na, meg elpusztult ez a nagy állat. Úgyhogy itt most volt egy storytime-os dolog, de akik nem tudták ezt rólam, legalább ezeket is megtudták. Hogy amiért nem lett Dave-ből színész, azért lett youtuber. Ó, ez egy nagy harc. Várjál, G betű. Mindegy, Tiffy. Bármelyikbe beküldheted. Beszélgessünk be, dobd be akár. A Venti miért van itt? Ja, mert azzal jöttem. De ő nem harcképes. Jó, azért szedjük.
megerőszakolja a billentyűt. Hát már nem tudom arrébb tenni, tényleg, ha valaki adna egy olyat, hogy hogy lehet szűrni a behallatszódó billentyűt, akkor nagyon örülnék neki. Vagy akár a kontrollernél, mikor játszok a poké cuccokkal. Nekem is gátolja életem a külső, csak nekem szerelem téren, mai lányoknak olyan elvárásaik vannak, hogy inkább utcára sem megyek ki. Zirek, ezt átérzem részben. Mármint én nem, mert most jön, tök jó, de mindig, mikor beszéltük régebben a féltékeny, nem féltékeny témakört, mondom, figyelj babám, kire lennél féltékeny, kinek kellenék, ne legyél ilyen. Mondom, örülök, hogy te ilyen vak vagy. De hogy gyakorlatilag, mondjuk nekem vezetékes a kontrollerem, aha. Ezeket a pajzsokat reakciókkal könnyebb megtörni. Én ezt értem, de értsd meg, Star Stable magyarul, nem vagyok profi játékos, nem is tervezek. Messze nem játszok jól ezzel a játékkal, ha ez eddig nem tűnt volna fel. Nem úgy, mint a Forti, ahol szeretek fejlődni, itt nem szeretek fejlődni, csak játszunk. De azért köszönöm. Meg billentyűn nagyon nem tudok harcolni, alig várom, hogy a kontroller újra jó legyen. Vagy hát, hogy vegyek elemet. Mert amit vettem elemet, az egy hétig se tartott ki és lemerült. Hát ezek ilyenek leszek, Dave, ezek az elemek. Észrevettem. Konkrétan két folgályszadás után beadta a derekát. Tanyasi jó lányt szed fel, azzal nincs gond. Amúgy viccen kívül tényleg. Hol tölthető le, hogy mi ez tölthető elem aksiszerű? Hali Falak Gábor úr. Na, Tifi betűkült a DC-re, meg igen. Tudod nézni, Émi, és akkor elmondanád, hogy értsük, hogy mi az? Hát, most nézem én is hogy a megoldást rá. Oké. Okay. Igazából így én sem tudom a kód alapján. Jó. Tehát sajnálom, hogyha nagyon hangos a billentyű meg az egész, srácok, nem tudok vele mit csinálni. Nem tudom a mikrofon máshova tenni. Engem zavar, visszanéztem én is live-okat, például a pokénál nagyon zavaró, hogyha folyton nyomom a kontrollert, azt igyekszek nem folyton nyomni, de azzal nem tudok halkabb lenni. Erre amúgy van valami, vagy valami szűrő mikrofonra, vagy valami, amivel le tudod, hogy ne hallatszódjon bele annyira az, hogy csapom a billentyű? Valami volt egy program, csak nem tudom, hogy milyen videókártyád van. Ja, akkor azt majd valahogy megnézzük, és akkor hátha. Hello Lili Bíró, üdvözletem. Nincs szűrő rajta? Hát nincsen. Amint lehet, hogy alapból kéne, de ugye alapból nekem így van a billentyű. Felsőbírom addig emelni a bekötés miatt, várjál. Nem, az a mikrofon, amit Dave használ, az úgy nem venne billentyűzetet, ha az alcába lenne. Ha kb. Így lenne, akkor igen, de hát az a baj, hogy lent van a billentyű mellett. ASMR következik, nyom nyom. Jó, befejeztem. De hogy, ugye lent van a billentyű mellett egy bögrébe. Ez fontos kijelentés volt, hogy egy bögrébe. Egy bögrébe? Igen, egy bögrébe. Igen, próbáltam már most, hogy könyvekre ráteszem, de ugyanúgy belehallatszodik, nem iratkozok fel. Köszönjük Falak Gábor úr. Mi más vártunk volna? Feljebb rakni? Hát annyira sokkal nem tudnám feljebb rakni, mert mire? Hozzak ide téglákat, és akkor így legyen, várja. Nincs, mert nyilván vannak tégláim. Téglákat? Figyelj! Nem tudom, nincsen amúgy. Csak mondtam egy hülye példát. Ja. Minimálisan, de így meg össze-vissza dől. Amúgy most megettem a mikrofont. Halljuk. Majd kipróbálom, hogy könyvekre rakom, vagy várjál, ott vannak a switches játékok. Ráteszem azokra. Várjál, leszedem a... Figyeld, várjál, Dave most alkot. Ezt leszedem, itt van, erre ráteszem, jó? Nem lesz sokkal jobb, most megmondom, tehát szerintem messze nem lesz jobb. De most felemeltem a mikrofon. El fog dőlni az egész. Á, reméljük, hogy nem. Na, most feljebb van a mikrofonom. Megyünk tovább. Jaj! Már csináljuk, hogy meddig fogja bírni, úgyhogy ne essen le. Ha. Egyszer rácsapok. Azt tudod mi a baj? Első rage-nél rácsapok az asztalra és leborul. Tehát ezt most megmondom. Akkor megoldás, ne rage-elj! Aha.
Na, most kevésbé hallatszik, majd mindjárt megnézzük. Tegyél rá egy párnát a mikrofonra. Mikrofonra? Vagy Dave-nek az arcával. Várjál, most harcolok, kevésbé hallatszik? Nem. Ugyanaz mi? Mondja, hogy... Ugye, hogy nem javult. Azért mondtam, hogy kipróbálom, hogy magasabbra teszem, de kétlem. Ugyanaz. Hát akkor ezt nem játsszuk be, majd mindjárt visszarakom. Pifi, mivel használod a gépet? Landkábel vagy wifi? Nem lettem ideges, Gábor. A játéktól hamarabb ideges vagyok ennél a játéknak. Én azért a Genshin-en többet rage-lek, mint a Fall Guys-on. Á, váltsad már. Én nem hallom annyira. Mi halkabb lett? Ne etess már be, es. Ne higgyem már azt. Nem, van plusz vár is. Ja. Ja, már megszoktátok. Engem annyiba zavar, hogy én szeretném, hogy jobb legyen. Tehát, hogy tényleg ez is egy terv. Az lenne nyilván még a praktikus, ha belógatnám föntről a mikrofon, már ezen is gondolkoztunk amúgy Janál, vagy mi lenne, ha belógatnám valamint, de hát mi a szarom? Hát akkor neked útban lenne a mikrofon. Igen. Mi az? Betölök a défhez és én leszek a mikrofon tartója. Amúgy a billentyűt nem hallom most annyira, csak a kattogást. Halkabb lett. Na hát akkor legközelebb fölépítek ide egy paravánt, vagy valami nagy izét, és azon fogom. De mi ez? Mit kell disztrojolni? Mert most legyőztem neked. Mit tudod az Eiffel tornyot és annak a tetejére rá az izét. Várjál. Azokból távoltokba be kell menned. Ja. Igen. Amit legyőztem, ide be kell menjek. Igen. És azokat aktiválni kell. Ja, ezt. Aha. Na, tehát Dave Janával szeretnél kis Dave-et kisem. Múltkor volt róla szó az előző live-ban, hogy amikor anyagilag stabil leszünk, hogy visszafizetjük a tartozást, utána nyilván igen. Nálam igen komolyra, amúgy billentyűt nem hallom, most csak az egérkattogást. Na, azzal már nem tudok mit csinálni, felragasztjuk a lógass be fentről. De nem tudom, hogy hogy. Várjál, most még van egy ötletem, de szét fog menni a mikrofon. Várjál, figyeld, most belógatok. De akkor meg az a baj, hogy belóg a képernyőmre. Addig el sem megy szerintem. Várjál. Lógás. Figyeld! Most fejjel lefele van, de ha kiesik belőle, akkor megőrülök. Most lógatom a mikrofont. Most lóg. Így meg a délfalkabb lett. Így meg viszont lett. Akkor én nem leszek jó, mi? Most le van halkúval. Meg őszintén kiteszem nektek DC-re a képet, hogy mi a baj ezzel a megoldással. Belelóg a kábel a képbe. Tehát figyeld, dobok nektek DC-re egy képet, hogy ez így nem lesz jó. Beszélgessünk, be bedobod. Várjál, beszélgessünk. Hogy tudok ott fotót csinálni? Kamera? Az van egy ilyen plusz és kamera. Figyelj, tehát a professzionális megoldás. Úgy. Na, tehát hogy így néz ki gyakorlatilag, ez így nem jó. Nézzétek meg most a DC-t, ott van. Hát, ez így nem jó. De az ötlet nem lett volna önmagában rossz. Csak így nem látom a negyed képernyőt. Várjál, visszarakom. És mi az Xbox Live kontrollerhez? Hát az a izé, az a, amiben az elem kell. Nem, a zöld. Ja, az a Switch. Most végignézzük a Dave-nek az asztal a tutoriál. Igen. Most, hogy eltrebb pohár? Jobbrább nem tudnád rakni? Hát nem nagyon. Mi? Tegyem ide? Várjál, még mondjuk van egy ötlet. Mi? Ide? Mondjuk várjál, te? De akkor meg a csetet nem látom. Hát, meg ez megy lefele, hallod-e? Ez csúszik lefele, mint a geleszta. Ez nem jó. Dave, tedd be a pólódba. Várjál, és ha ide rakom, várjál, most áthelyezzük, most lelógatjuk a pokélabda alá. Kapjátok a B opciót. Most jobb lett a hang? Hol vagy? Halk vagyok? Halkabb vagy és visszhangosabb. Igen? Akkor ez így nem lesz jó, mi? Veszek neked majd egy állványt, rendben. Várjál, kaptok erről is egy képet, hogy néz ki, figyeld.
Ifi, nem kell Dave-nek állvány, oda néz és fogad neki a mikrofont. Ó, most lebuktatom magamat, hogy itt a kép a modikról, meg ott van a izé, jó, kaptok egy képet, ezt úgyis kaptam, és ott a sok golyó. Figyeld, most ott lóg. Oké. Okay. Ut. Gyönyörűen néz ki. Oké, bal, meg a switch. Igen, megpróbáltam, de nem, ez így nem jó. Meg ez a sok üveggolyó. Nem jó ez így, visszarakjuk az eredeti helyre. Nagyon gyönyörű ez az asztal. Az Lidl-is golyók? Igen, azzal kezdtük a live-ot, Tifi, lemaradtál, nyitottunk egyet. Azzal kezdtünk, hogy egyet. Nem Lidl-is golyók, hanem Baxis. Igen. Majdnem kiesett a popcorn a számba, az igen. Lenni popcorn, Johnny. Lesz belőle videó, hogyha majd megnézzük, hogy miket nyitunk. Ennyit kaptunk, mutkom, hogy kettőt kellett volna, szerintem csak a csaj bedüldött, ezt odaadott egy csomót. Azt mondja, gyűjtitek? Mondjuk, hát végül is igen, az odaadott vagy 8-at. Na, addig harcolunk közben. Tehát az a baj, hogy egyik megoldása jó a mikrofonra egyelőre. Úgyhogy marad a billentyű ASMR a live-okba. A Switch-nél meg végképp nem tudom, hogy nagyon hangos, hogy nyomom a gombokat. Még így takkolok meg ezénbe már, mióta Dave-re szóljon. Hol a Gábornak a nagyon fontos bejelentés. Láttam, hogy fingott. Egészségedre. Ő troll Tifi azt szereti, hogyha tiltjuk. Pati, adj neki egy ideiglenest. Van vagy 60 fiókja. Lemaradtál Tifi, látszik, hogy nem voltál fél éve aktívan. Falag Gábor kb. Már 5 hónapja itt boldogít minket. Attól félek mindig, amikor valakit le akarok tiltani, vagy ideiglenesre, hát hogy... úgy értem, hogy az összes live-ra te... Tehát, hogy, igen, hogy mint ahogy izé, sok ember itt van minden live-ba, úgy értem, Tifi. Ja, csak 5 hónap, jó, bocsánat. Halmozzuk az élvezeteket, igen. Ja, a Maxi udvarlója. Mi a kedvenc italod, ami nem alkohol? A kólát nagyon szeretem, a gyümölcsleveket. Abból például a szöllőt, meg a medgyet, meg az ananászt, de hogy úgy mindent kóla. Is. Mindent is. Szinte mindent. Ananászos kóla. Most például ez a koffeinmentes energiaital, ez egy fos. Tehát, hogy én nem láttam, azért vettem, ó, de jó, energiaital akciósan, az közben izé, koffeinmentes, ez egy szar, olyan, mint a rágógumi. Rágógumi. Köszönjük a kultúrát. Köszönjük kevesen. Olyan jó lenne egy régi szilveszteri live, a fingós kenyeresre gondolsz, vagy most, ahol énekeltünk, és... Ezért, a karaoke és láttad, Tifi, az jó volt. Nálam szakadtak a fogszélyen, bakker. Ja, igen, ott ezért hivadó voltam még az akkori legjobb barátnőmmel, és ezért a cseten ő... Itt most hogy másszak vissza? Próbáltam tanítani a csetnek a szabályaira. Nem, ott van mögötted így. Ja, ott meg vagyok. Mennyi. Aha. Ja, ahol ittunk pesgőt, igen, 3 éve volt, hogy itt, kicsit ittes állapotba ültünk le eszeszózni, emlékszem. Volt ilyen is valóban. Arra nem nagyon emlékszem. Na, itt a saját vagy a legjobb. Ugye? De nem, az alkohol rossz, ne igyatok. De ott tényleg volt, hát nézd, szilveszter volt, kocintottunk. Oké, okay, rendben, szia Deathlord. Én meg amikor izé, azt hiszem az utolsó live izé, ilyen... Mi az újévi live-ban? Dave újévkor beleüvöltötte a mikrofonba, hogy boldog új évet, és izé, utána a mellette lévőek, nem tudom már kik voltak ott, azok konkrétan befogták a fülüket. Igen. Mert most ugye utoljára a karaoke sós live volt, és azt nagyon szerettük. Igen. Mármint én is nagyon élveztem. Én is, szakadtam a röhögéstől. Lesz új évi live. Egyelőre úgy néz ki a beosztás alapján, hogy lesz, csak én elsőjén már dolgozok 6 órától reggel, tehát hogy maximum 1-ig, és akkor utána le kell zárnom, mert 4-kor meg mennem kell dolgozni. Én lezárja a live-od, és megyünk át máshova. És megyek dolgozni, az.
De terve van egy előre, hogy lesz, de nem ígérem meg. Akkor megkérdezik, hogy és mit csináltál este? Hát live voltam és belülvöltöttem a mikrofonba. Ennyi. Igen, mikor Zsolt leverte a vázát. Hát az cserép volt, de igen. Jaj, ez szakadtam. Megén váza. Összetört. Meg na, ez egy jó a gumipajdó. Utána meg táncabi még ott mutatta is, hogy ott leesett a cserép. Sok live volt aznap, Tifi, de volt, amikor karaokéztünk, ez tényleg érdemes visszanézni. Igen, megtudjuk a DC-re. Oké, okay. Meg hát fönt van beírva, hogy Mongufta karaoke egyből beadja, mert azon kívül másik nem volt. És akkor még egy hiányzik. Itt most kimegyünk. Nekem a telomba le van klippelve az a része, tudom. Amelyik levertem. Azóta nem mertem kiterülni, nagyon rögtem. És akkor már csak ez az egy kell. Nem is annyira bonyolult itt ez a rész. Atis. Chroma Color-t nem tudsz rakni, mint régen. Néztétek a csideómat? Ez a videóm lenne, gondolom. Ott? Szerintem ő Falag Gábor úr, bár nem biztos. Igen, csak letiltottuk ugye 5 percre. Hát igen, de ez másik név. De mondjuk van kettő trollunk, az egyik, aki mindig ilyen mikor lesz kérdésekkel jön. Igen, a meg három van, mert van a Falak, a mikor lesz, meg van, aki a 10-20 fiókkal föl leiratkozik, mikor átlépnénk egy ilyen ünnepi időt. Úgyhogy három van aktívan. Uh-huh. De ők is lassan már azért mongufták, mert minden évben hiányolok. Itt vannak. Na, Nápoi, szia, szia! No. Szia, Sakura! Én egy kommentet hiányolok, még mindig most a tetszőt. Na. Lehetek modi? Ja, ja, igen, az most kimaradt. Mindig jó. A héten van ott volt, a héten ott volt. A héten most kimaradt, na hát hallod, sok volt a suli. Nem most kezdtem az edzést, de hallgatni jó edzés. Lemaradtál, volt storytime-ozás, akinek van kedve, majd nézze vissza. Mostanában azért sokat sztorizunk. Megkaptad Émi a kérdéseket, ott a lehetek modik. Most én is megkérdezném, csak én már az vagyok. Á, elég már... volt a 3 év modizás, bizony. Azért 3 évet velem kihúzni. Meglátjuk majd Patiéknak mikor telik be a pohár. Patinak meg esnek. Nekem soha. Úgy legyen. Ó, hányan indultak így? Na várjál. Most magasabbra kéne menjek. Mindig nyomja ilyenkor egy vét, Dave. Ja, sima vét, tényleg. Elvileg az valahun arra. Zsédavot nem nagyon szoktam nézni, Janosi Gergőjéket szoktam, a Dogi Andit, Janosi Gergőt, Ajda vagyok ott. Őtőlük nézek sokszor tartalmat. De legtöbbször ebből is az Ajdát, mert vele van olyan játékok, ő is Fall Guys-ozik, Roblox-ozik, meg Fortnite-ozik, én is játszom ezeket, és akkor így van. Mit nézek, ami érdekel. Míg ki nem derülnek. Hát ez az. De most innen hova föl? 20 méter, akkor ez mászós? Gondolom. Aha, nem. Nem tudom, hogy hova megyek. Nem jó. Menjél vissza be és nézd meg, hogy van-e egy gyökérzet a falon. Aha, ott egy nagy gyökér, akkor lehet azon kell felmásszak. Lehet. Ja, rajtam kell felmásszod, értem. Te béka vagy, Pati. Ja, bocsánat, tényleg. Igen. Értem, Tifi, persze. Igen. Már csak egy Zsolti kéne, béka. És innen most? Ezt a gyökeret kell megkerülnöd. Kerülnöm? Hát, úgy kell fölmásznod, hogy kimész és úgy. Aha. Falon keresztül. De leesek, ó, bakker. Ez de bonyolult amúgy. Hát fejek, hogy alapszintű staminád van. Igen. Oké. Okay. Közben Insta megosztást kaptunk, ezt beolvasom. Köszönöm Sara cosplaynek, hogy megosztotta. Nincs is jobb, mint 2B cosplayben nézni Dévet. Az milyen 2B cosplay, küldj már egy képet.
tényleg Instán is kövessetek be, és úgy van, akkor osszátok meg, hogy tart a live, köszi, köszi. És aki még nem lájkolta, dobja meg a like gombot egy kenyérre. Egy falat kenyével? Paukember! Idén mi is pályázhatunk rá egy mintával. Mármint mire? Kivel? Bazd meg, tehát itt nem bírok, nem jó. Hogy kell menni? Anyádat már. Telefonomban volt a bankkártyám, volt... Mi? Volt a kártyám, Istenem. Amit kerestél, hogy nincs meg a bankkártyád? Vagy nem arról beszélsz, Tifi? De ezt nem arról. Ó, akkor meglett. Igen, és akkor innen meg... Hova? Hát így körbe kell kerülnöd. Fú, de szar ez az egész. Igen, ez a rész a legrosszabb. Te nem ásztál már, te! Tudsz itt futni is. Hagyja nekem így végigbászta a padlót. Négykézláb. De láttam előbb, hogy ez is bepucsított. Suli logó mintára. És itt akkor most teljesen át oda? Aha. De itt hol jutok be? Lesz egy bejárat? Hát kell lennie. Nincs. Már körbe mentem, Körcil. Látom. Halkan mondom. Csak neked, csak most. Micsoda csak nekem? Itt nincsen bejárat. Tifi, üdvözlünk! A hivatásos mongufta vagyok szinten. Üdv a tagok közt újra. Na, gyerekek, ha úgy van, akkor izé, Tifit be tudja, Pati be tudod tenni Tifit a VIP-be? Igen, úgyis most lépett be a Discordra. És bár tudom, hogy azt szoktam mondani, hogy azt beszéljen, aki játszik, de most nyilván, mivel ő új tagként van itt, hogyha esetleg egy-két mondatra beszeretnék köszönni nyugodtan. Már elkeresem, hogy kell... Én nem tudom, biztos nem itt kell bemennünk, viszont Körcél, sehol nincs, kétszer körbe mentem. Es már beadta. Igen, látom. Közben valaki tudja, hogy hova kell menni így? És ha most ide bejövök? Jó, lesz Tumblr, lesz. Megvárom a kövi Battle Pass, azt hiszem 8 nap vagy 9. De ez a szó is lesz szombaton, az már nyílt titok. Hol? Ezen a szinten középen be tudsz menni. Tényleg. De föl? Felfelé nézi. Aha. Jó, megpróbáljuk. Értem. Nem baj, Tifi, biztos lesz olyan live, ahol majd tudsz lenni. Nálunk szakadt. Jól emlékszem, teleportról kell menni. Rendben, megnézem. Opa. De nem, ugyanott vagyunk. Igen, itt voltunk. Ugyan itt voltunk. Érdekes. Valaki tud segíteni Dave-nek? Megköszönném, ha bárki, mert Varroz írta, hogy teleportról kell menni. Akár addig be is jöhet játszani, hogy felvezessen oda. Tök mindegy, hogy szó. Ja nem, mert nem tud belépni, bakker. Valaki? Srácok. Ó, de jól néz ki a cosplayed. Nagyon király. Így már tudom. Halló, jöttem pár másodperc, hogy ezt elmondjam. Na, köszönöm. Teljesen tudja, hogy fölmentél először oda be, úgy kell megint körbe menni. Várj, mindjárt vezess, csak pont megosztottam Insta Story-ba, amit kitett az Anna. Majd megnézem utána. Szóval szia, hashtag ha hagott. Fölmentél oda föntre. Ott kell teljesen megint végigmenni, teljesen oda fönt. De ahol előbb voltunk? Ahol először fölmásztál odáig, ahol körbe mentél. A gyökéren? Nem. Hanem ott van, ahol át kell menni, ott van az a kis rúd. Ott fölül, kívül, körbe kell fölmenni. Hát ez így nagyon hosszú lesz. De nem emlékszek, hogy legelőször hol jöttem. Ott van az a rúd kiállva. Várj, ide kijöjjek kintre? Most az a baj, hogy 6 másodperc késéssel látod, mire én kérdezek.
oda, ott, ahol van az a kiálló rész, ott át kell menni abba a másik részbe. Nem értem, hogy mit nevezünk kiálló résznek. Ott, amikor bent vagy a szobába, ott van egy lyuk, és ott van egy olyan rész, ahol van egy oszlop, ami kiáll. Most jöttem ki a kintre. Várj. De nem oda kint, hogy bent vagy a szobában, hanem látnod kell egy kijáratot. Jó, mindjárt megpróbálok visszamenni. Szia, te a... Ó, és ott van egy na, oszlop, itt a szoba. Akkor itt mond... Várj, szobába. Itt a gyökér. Most a gyökér mellett vagyok, innen próbálj segíteni. Ott van szemben, ahová menni. Igen. Aha, de akkor miért nem így mutatta eddig? Na várjál, átmegyünk szembe. Hát mert ott kell körbe menni, és mert nem tudsz máshogy följutni. Átjöttem szembe, és akkor innen menjek és körbe. És akkor ott föl kell mászni, ahol fölmentél. Oda mondjuk? Az a baj, ez így nagyon nehéz lesz. Nem ott, ott ahol van az a átlós fal, de nem ott a... De mire van dőlve a fal, ott másik. Ott, ez. Ugye valahogy. Itt el van dőlve egy fal. Igen, ott föl kell menni. Igen, ez megtörtént. Itt alszanak ezek a szarok, tehát hogy lőjük be, hogy hol vagyok. Most ott tovább kell menni. De merre? Ahol van az a... Nem a... ...szerűség, ahol be tudsz így menni. Akadozol, nem hallak. Nagyon elhalkultál, nem tudom. Gyerekek, ez így elveszett fejszennyele lesz. Itt van ez a sárga szar, hogyha ez mérvadó és onnan... Vagy itt menjek ki megint? Nem, ott szembe van vele, ott kell menni. A sárgával szembe? Ott semmi nincs. A hátad mögött, ott van a járat, arra kell menni. Ahol van ez a kiálló cucc. Igen. Jó, ide menjek ott át szembe. Most végig kell menned a gyökéren. De ez a gyökér ennyi? Tehát akkor a szembe levő gyökéren? Igen. Jó, igen, gondolom ott. Igen. Jó. Hát ez nagyon nem így mutatja, mikor bentre beszállsz. Ez irreálisan nehéz. Hát igen, de hát így kell odafűzni. Nekem is nagyon nehéz volt, amikor végig csináltam. És innen meg akkor még ott itt se tudok feljebb mászni. Ott is, hogyha leugrasz oda lentre, ott van egy átlósan bedőlt fal, ott kell fölmászni. Aha, azt látom. Ott az az oszlopszerűség, ott be van dőlve, ott kell fölmászni. Gyerekek, most egy hatalmas GG-t annak, aki súgott nekem, mert ez nem ment volna. Ez nem ment volna. Ez a channel a chatről, csak úgy ki mondom. Volt? Jó, ez a szó channel, Krisztina. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Szívesen. Azt a mindenit, de érted, ha ez lehetett volna kóba, akkor simán fel tud vezetni ide. Hát igen, de így magyarázva ez egy kicsit nehéz volt. Főleg, hogy késve látod, nagyon szépen köszönöm. Igen, szívesen. Ha kell majd még a segítségem, itt maradok némításba. Szuper vagy, köszönöm szépen. Hát ide feljutni, srácok, már nem azért. Pati, ez kemény lesz neked is, mikor ezt csinálod. Mhm, jó, oké, értem. Hát már a Pati feladta. Ja. Miért bérhet nem felmérni? Mi? Nem, már a hangodból lehet hallani, de feladtad volna. Csak ja. Összehoztuk. Nem, csak bizony, annyira bele, mi az? Bele aludtam már abban, hogy így nézem a Twittert, hogy nem tudom, miért nézem. Esnek is köszönöm a megosztást. Utána azért éledjé, Pati, mert nem sokan megyünk majd bosszozgatni utána. Éledek közben néha, hogy meg kell mozgatnom a kontrollert, szóval milyen jó. Uh-huh. Nincsen óra. Mi? Van neki, csak úgy van feszülve meg. Akartam kérdezni, ezek az alvó hilicsörök felébrednek vajon, de igen. Igen, csak a vontás miatt alszalak. Értem én.
Gyomorrontás. Jaj! Ez olyan baxt is volt. Igen, kérdezik, hogy ez ki volt. Nem tud, ki volt ez a szellemcsávó? Jó kérdés. Hát valami random kidó, ennyit tudom róla. Na, de legalább haladtunk előre céltudatosan és ügyesen. Hát ez szólóban az, amikor valaki írta, hogy ezeket játszam le úgy, hogy live-on kívül, meg se tudnám csinálni. Én őszintén bevallom, rá nem jöttem volna, hogy hogy jutsz ide föl. Na, 60 primóé szenvedtünk ennyit. Nem baj, 60 primóért mindent megér. Ja, ennyit megér? Igen, persze. 60 primó, mind. Ah, ez fájt. Következő storytime, azt már nem kezdem el, most gyertek vissza, kicsit nem önzőzzem el az egész live-ot. Na, meg kaptam 3x5-öt. Cool. Érkezem. Ez itten egy boss, ugye? Akkor törhetünk a virágodba? Törjetek be, gyertek, jön a kuki. Megyünk. Ne várja. Megint megelőzött a kuki téged, Pati. Ja, de hogy vagyok, várja, tipadban vagyok, várja, mindjárt lépek. Star Stable M is jött. Mindjárt megyek én is, csak a tipatomból akartam menni, és ugye ott kóba vagyok, és ezért nem tudtam menni. Értem. Ott nem engedi, hogy kóba átlépjék kóba. Mhm. Oda át kell menned a spába. Oh. Azt mondtad, nem lesz ma ez és a cseten, mondtam. Cseten, ja. Csak szó poén volt. Lenni. Nyerve most a spárba virágföldet kell megint venni. Nem, így is kell majd még. De most az időben. Most már tudok menni. Gyere. Nekem a Star Stable magyarul mióta van a barátlistám? Hát... A múltkor volt. Múltkor felvetted. Jó. Elfogadtalak. Mennem kell tanulni jó játékot, Mongoftakát. Rendben, jó tanulást, és Mongoftakát neked is. Ja, te Pati már nem írta, hogy sikerült. Igen, megyek nézni. Már csalódink volt. Itt már harcol a Bennett. Ki a Bennett? Star Stable magyarul. Akkor gyertek, mert már ő elkezdte. Máskor azért várjuk meg egymást, léci. Kedvenc bosszod. Ja, kígyó. Nekem ez még új, azt írta. Igen, mert itt a föld alatti küldető. Ja, az adta meg, aha. Az adná meg. Szeretem ezt a bosst, írja a Emese. Erre most annyira alpári és gyenge poén lenne, hogy melyik nő nem szereti a hosszú kígyókat. De ezt engedd el, ezt nem neked céloztam. Yeah. És én arra gondoltam, hogy a nagy óriás pitonokat, amik a cirkuszban vannak, hát azt én is szeretem, nem csak. Ami Voldemortnak volt. Igen. Pati, bannoljátok a srácot, mert káromkodós a neve, köszi. Végleges ban. Nem csak ideiglenes. Köszi. Adja neki egy IP ban. Majdnem akartam. Ó, kifeküdt a kegyó. Van, amelyik nem szereti. Jó, mondjuk igazad van, Emese, van olyan nő, aki nem szereti, és akkor téma off, de igen, jogos. De amúgy tényleg vicces, ahogy lemegy föl, megy a földbe, csak hát mi nem tudunk utána menni. Igen. És lesz olyan majd, Emese, hogy te is jössz genshinezni velünk, mert ezeket halva te genshinezel. Szia, Umaru. Csak jól titkolod. Mármint ezt nem, azt tudtam, hogy játszol vele, csak hogy még egyszer se láttalak szerintem live-ba. Múltkor már jöttem. Na, hát akkor rossz a memóriám, engedd el. Igen, ő volt helyettem. Tényleg? Hát öregszek, engedd el. A Körcilla a fiatal kuki, meg a vén kuki, lassan. Ja, te voltál kuki helyettesítő, értem. Ez egyre rosszabb. Jó, menjünk is ki innen.
lassan kéne egy számláló, hogy hányszor mondott ki, hogy kuki. Ja, igen. Várjál, az új területen kezdjük az új bosszokkal. Oda a bagolyhoz. Na, menjél oda. Jaj, Mikónak a spellje üti a föld alatt is amúgy. Na, ezt nem is tudtam. Én vagyok az öregszem, igen. Köszönjük, és öregszel. Ha nincs szem, akkor ő szemtelen? Ó, ne. De amúgy látjátok így, hogy nyár van, ilyen 53-60, maximum 65-ig megy fel a gépnek a melegedése. Rátettem, nagyon meleg is. Emlékezzetek vissza, 80-85 fokok voltak a Genshinnél. Nekem most annyi. Ja. Nekem most látod ilyen 59-60, tehát hogy ennyit jelent, hogy nincs a lakásban 30 fok. Na, visszatért Falag Gábor Fanny formájába. Fanny, aki nem Fanny. Igen. Na, szép nagy csirke comb. Kérsz egy kis egészséges chipset? Az a baj, hogy chipsben az egészségtelent is megeszem. Tehát bármilyen chipset megeszek őszintén. Ez a csirke, ez zöld hagymás. Zöld hagymás, az jó. De még azt a chipset is megeszed, amire elállultam? Attól függ. Ha zacskóba volt és úgy ültél rá, akkor igen, mert attól még baja nem lesz. Okay. Ha csípős, akkor is. Csak ne törd össze darabokra, mert akkor már nem annyira eszem meg én morzsánként. De, csak is. Nem akarjuk gyalogatni. Igen, annak nincs értelme. De ezerszer inkább a chips, mint a popcorn, hogyha lehet dönteni, bár tényleg a popcorn olcsóbb. Az attól függ, hogy milyen a popcorn. Na. Viszek neked olyan chipset, ami édes burgonya, lila burgonya. Van olyan egészséges, és azt tudom, hogy van. Na, mit vacsizol, Tifi? Na, ezt szépen letoltuk. Itt még volt egy másik boss is, ugye itt az új részem, vagy nem? Az átolós gyökép. Az elektrovilág. Az hol van? Oda mondtam. Te vagy a négyes, ja igen. Hát igen, mert én Jane-t úton jár. Én most főzöm az ebedet. Megfőzöd az ebemet? Szegény kutya. Igen, nézd meg, a teja megfőzi a kutyát. Jaj, ne! Ja. Ebed lehet a Patinak szólt, megfőzi az ebedet. Vigyázzál, buci, vagy mi az, buci? Bucira, buciba kerül. Hamburger lesz. Na gyertek, virágozzon ki a baráti kapcsolatunk. Kezdjük elölni. Én jöttem, én csak váltottam. Oké. Okay. Nyom. Mert én nem érek semmi dolgátorsággal. Hot dog lesz belőle. Ne, ez fájt kira. Meleg kutya? Igen, vagy hosszú óva, hot dog. Hot dog. Még mindig csodálatos itt a zene, ezt nagyon szeretem. Ilyen Aladdin, meg tényleg a Prince of Persia feelinget adja. Te holnaptól elkezdem. Már Mutko is ezt mondtad. Hát nem jutottam el addig. Ja. Pedig két hete volt, azt hiszem, Genshin. Gyerekek, ki emlékszik, mikor nyitottam random, melyik live-ba próbáltam tegnap visszakeresni, és nem találtam meg, hogy hol viseltünk. Melyikbe? 12-es. 12-ösbe volt, mert kerestem tegnap, és nem találtam meg. Fortnite. Na, ennyire jó, akkor nagyon átpörgettem, mert én tegnap nem találtam. Majd aki megtalálja, pontosan írja már meg, hogy hol. Köszi. Na, ez nagyon szépen letoltuk. Hát meg egy boss. Na, még több is mehet. Várjál, ehhez hogy tudok ide jönni? Kihez? Itt ez a sziklásos, ez innen tudok? Itt van egy teleport tök messze. Igen, csak ahova az. Én is gyorsan írok, de szaros autokorrekt. Ó, Telon nekem az nagyon sokszor átalakítja.
Néha jó, de nem mindig. Inkább azt mondom, néha, igen, nagyon ritkán jó, és sokszor nem. Ja, igen, anyukámnak nemrég kapcsoltam ki a telefonját. Mindig ott rage-elt nekem, hogy de miért írja mindig át? Elhiszem. Nekem akkor is az örök kedvencem, amikor a főnökömnek írtam, akit Tibinek hívtak, hogy szia Tibi, és átjavította szia Ribi. Jaj, igen, tényleg mesélte nekem. Best, hogy... best, hogy de jó, hogy nem küldtem el neki. De hogy tényleg. Nézett volna a főnököm. Nem tudom, melyik rosszabb. Neked mi volt a legrosszabb autokorrekt? Hát, az nem mondom ki, mert nem ja, jó, jó, jó. Emlékszek, hogy Janának meg a Single Ladies-ből volt, hogy a Rita írta volna, hogy itt vagyok az őrsön, és ezt írta neki SMS-be, én vagyok az ördög. És így nézett, hogy mi bajod van? Ezt küldte el neki, hogy én vagyok az ördög. Most Hydro a Visa. Azért vicces dolgokat szülnek ezek. Jó, én egyszer főnökömet marisztam Marian helyett. Az is jó. De hova tűnt a damage-em? Elvesztettük. Tényleg Tifi végül felvettek, a Mekibe vagy még majd most lesz hétvégén az állásinterjú folytatása? Nem ott így áll egy helybe. Ja, autokorrekt se kell, értem. De tényleg legjobb ilyen autokorrektes dolgok, a családbarát nyilván akkor írjátok le. Ja, még nem jeleztek vissza, Orsi. Amúgy elvileg, ha jól olvastam, Tifi, képzeld el, hogy az egyik váci kínai boltban rendesen jó pokéfigurák vannak, plüssből 6 vagy 7 ezeré, de tényleg jól néznek ki, valamelyik csoportban láttam. Vácon valami kínai üzletbe, egyből te jutottál eszembe. De rendesen jól néztek, én nézem, hogy Clefairy is nagyon életszerű, meg a Snorlax. Hello Noémi, ez a szó. Gyere, vegyél, elmegyek veled. Az a baj, most nincsen plüsre pénzem pluszba, de esküszöm, hogy máskor gondolkoztam rajta, hogy jobban megérném, mint Konon. Nekem már nem is tudom, mit javított ki. Nem is tudom, hogy változtam, hogy hol van kínai, mert ezen gondolkoztam, hogy én a vasútvonalától a központig közlekedtem anno, és arra nem rémlik, hogy láttam volna kínai üzletet. Kis CBA volt a lakótelepen, oda sűrűn jártunk, amíg jön a koleszos volt, vagy nem koleszos, hanem ott lakott. Városban van egy csomó, akkor nagyon le voltam maradva, azért mondom, a főteret tudom, a templom környékét. Azokon a részeken voltam, meg a nagy börtön mellett. A nagy börtön? Nagy börtön. Börtön? Nem tudom, team börtön is van. Csak teameket zárnak be. Vagy a poké csapatodat, mert team börtön. Jó. Vasútnál van három főút mellett, egy meg nagy Tibi volt. Akkor tényleg rengeteg van, lett azóta. Nagy Tibi volt? Nagy Tibi volt. De akkor hol van a kicsi? Kicsi Tibi. Várjál, hol a cucc, amit leadunk? Ja, itt a virág. Nagyon jó. A börtön ablakába. Soha nem akasztalak. Mi? Mármint... akartam veletek ilyen... ilyeneket is harcolni, hogy ilyen sárgából, hogy kapjak fejlesztő cuccot, úgyhogy gyertek, ilyeneket is harcolunk. Kék. Kékkel, nem sárga? Hát ha a pénzt akarsz, akkor... Nem pénzt akarom. A pénzt a cseten akarom, a játékban nem. Akkor sárga. A játékban nem, a, nem pénzt akarok, a játékban... akkor kékkel nekünk? Igen. Akkor újra tervezés, jó? Múltkori videó óta nagyon hiányzott hangod, Noémi, tudom, átbeszéltük az elején, hogy mennyire rossz lenne, ha ezt a játékot is full kusba játszanám meg az összeset. Nem, Dave-nek nem menne. Van kicsi bolt is, nagy busz megállónál, a kicsi Tibi, olvas vissza, elolvastam. Ja, ott a kicsi Tibi. Megvan a kicsi Tibi, a busz megállóban van. Oh my god. Úgyhogy igen, sokat ad hozzá, hogy pofázok, amúgy, ezt aláírom. Nem bírná nyomalást. Itt fentről kell menni? Nem. Oké, egészségedre. Várjál, mindjárt kitalálom, csak behozom, megmutatom, Jana milyen sütit csinált, meg is eszem.
Azt kell, hogy beadod a kicsi TV-t. A kicsi TV-t, igen, itt van a kínai konyhában. A kicsi TV. Székláj! Sziasztok, sziasztok, itt a cég. Igen, jó napot kívánok. Ha csak el tudja lopni. De amúgy eladó, nem lopott. Alig használt Winchester-re bővített gamer. Igen. Találtam egy ládát. Te vagy egy láda. Ez szemét láda. Mi? Mondjuk, ezt most nekem mondod? Nem. Igen. Köszönöm. Nem, megmutatom nektek, nézzétek, csinált egy ilyen kosarat, ebbe viszi a piroska a nagymamának a bort, de hogy ebbe van alma. Uh-huh. Van benne cucc. Meg egy alma, beledoálva. Meg ilyen kekszerűséget. Ilyen mintával, meg kapott egy csordófát, ami méhecskés, mármint, hogy ilyen kaptáros. Kaptár? Ez ide tévő. Igen. Az. Szép az asztalod. Az adatom, hogy a az. Nagyon finom. Na, hogy jutunk innen oda könnyen? Hát úgy, ahogy én. Azt szerinted én láttam? Máshogy. Én masszás közben ránéztem Dave-nek a Steam-jével, és az lett a vissza, hogy leestem. Na, az. És az mind egészséges süti. Tehát, hogy nincs benne semmi olyan, ami rossz lenne. Azért mondta ilyen, hogy ez külön jó is, hogy ízlik. Hát mondom, hogy a viharban? Például majd benne van az alma. Ja, hát jó az. Primo, meg nem tudom mi van itt. Ja, benne van szegény almalány. Mint az egy játék karakter. Aha, én már értem. Gyere csórni! Mit csortak? Sütit. Amúgy is már donételtél a live elején valamit, járdekeksz. Járdekeksz? Nem járda, elfogyott a izém. Járda? Ha megölite... Járdekeksz. Megölitek, úgy nem kapom meg, nem fogok tudni felmászni. Nem tudjuk elindítani, mert a külön, mert neked... Meg találtam egy ládát meg. De nem tudom, hogy kell felmenni, a tanételek kapok kekszlet. Persze, majd mógustat alig elteszem. Kicsit száraz lesz. Kicsit. Belerakom kicsit. Addig egy befőttes üvegbe, megőrzöm nyárig. Nyár. Nem, majd felírom, hogy kik támogattak, és akkor azok annyi darab kekszlet külön kapnak. Ú, de az a baj, akkor nagyon sok kekszlet kéne csinálni. Modik nem kapnak. De. Jaj. Még postázzál mindenki. Még valami nyereménnyel is jössz. Igen, valami dínos kártya volt, Tifi, de ezt engedd el, fingom nincs hova raktam. Mármint de a konyhában van amúgy. Akkor kap dínos kártyát, kap dínos kekszet. Azaz. Igen. Zsülő, egy csomó mindenről szétszenvedtem az agyamat ma a mai főküldibe. Tudom. Igen, közé. Nyam. Tehát, hogy hogy csináljuk meg, azt tudtuk, hogy milyen feladat. Senki nem tudta, hova kell menni, kivétel elsőszó csenelt, aki végig beszeszett engem. Ugyan. Nagyon nehezen hangba. És ő megédelmi a buksisimit. Igen. Igen. Ennyi. De te ennyire nem tudsz itt találni, hogy... Autón van, már kísérgetem. Már jövök. Már te elem Dave-et oda. Amúgy így a házikó mellett lesz egy ládik a Dave. Igen. Itt vagyok, te. Ide van, akkor lesz. Defeat the opponent. Ó, ez jó. Ash, Modik, adjatok egy ideiglenest a Kresszel csúcshunnak. Akkor Ash, mert én most ugye hat. Én is, ha nem harcolnék, már adnám. Átjutott a 300 szekre. Nézzé, egyik osztálytárs, ami megszólalt, hogy 1000 másodpercre Niki jössz velem beszélgetni. Én meg ott matekoztam, hogy
hogy izé az mennyi perc. Ne, miért pont 1000 másodpercre? Nem tudom. Valamit meg akartak beszélni, azt izé mondja, hogy 1000 másodperc, de ma már nem perc. Hát ez az. És izé ott matekoztam, hogyha izé 3 izé az 5 perc, akkor az mennyi? Ne, nem matekozzunk. Nem, az elég. Igen, nekem elég. Anna, lemaradtál? Volt Shake Live. Volt Shake Live, volt minden. Volt. Hú, mondtam, hogy kettőször is bónusz van, háromszor, ha megcsináljuk. Mármint? Ezt. Jó, hogy annyival többet kapunk cuccot? Igen, szóval, hogy duplázva megkapjuk. Jó, hát még menjünk akkor ilyenhez. Dave, a radikád. Várj, a láda... Ajánlja, bocsánat, mi volt ez? Hát a Dave. Jobb kint, mint bent. Ezért most ki is megyek a live-ból, de hogy is. Itt. Mások irányi Dave. Jó, de valami szellemet is üldöztem. Szellem? Itt van fent egy ilyen shrine, ami 40 De hol van a láda? Hát azt most kéne... Itt van mellette. Itt van a házikon mellett, bal oldalon. Talukban. Ó, ezt akkor eddig nem vettem észre, de hát nincsen tüzem. Hát itt vannak a lányok, ők tüzelnek. Gyertek már gyújtani. Mi gyújtsak fel? Ezt. Várja, hol vagyok? Ház mellett. Jó, van vagy 4 fala. Ja, mindig ma hagyjuk. És találtunk ugye itt egy ilyen shrine-t, amiért kell egy kulcs, és szerintem Dave-nek van egy. Hol megyek utánad? Ó, látom. Nem merném lefogadni, hogy van kulcsom. Szerintem van, mert nem szok szerintem. Nincs. Hát ha a domain-ét nem csinálta meg, nincs. Nincsen. De itt egy láda. Nem baj, itt legalább azt megtaláltad. Legalább a láda okay. Megvan, és akkor itt lesz valahol a kék, de ez fönt vagy lent? Fent. Esküszöm, csinálok egy szék emojit, amit majd X tagnál be lehet. Hát akkor nagyon sok tagság ajándékozás fog kelleni, mert körülbelül az, hogy most fent tartsuk a 100 tagot, arra most egy tifi tag lett, meg ajándékozott ilyen a kettőt, így azt hiszem, hogy 2-kel meg 98-ak lettünk így újra. És utána nem tudom, 125 körül, vagy 130-nál lesz, ez nagyon sok. Szerintem az még messze van. Az rekord? Az, most volt 100 tag, eddig az volt a rekord, aha. Hogy még hozzá rekord? A 100 tagú Mongoof a zenekar, és tényleg bakker, ez nem esett le. Több lopott. Na, hol kell ölni azokat? Önt van Dave. Megint tiltsátok léci, mert ilyen krikszkrakszokat ne engedjetek be, köszi. Meg ezeket is lent is öljük meg, mert ezek most mind lőnek össze-vissza. Klarinétos lesz a Zsilu, azt mondta, lestoppolja. Hol vagytok? Harcoltok vele, vagy csak én harcolok itt lent? Én is itt harcolok, én itt a sziklaszírben harcolok az egyiket. Ja. Az utazóként. Gya. Nice, döglött vagy. Mint a menyét. Én vagyok menyus. Én vagyok menyus. Hol van még? Ja? Épp kesudiót eszem. Azt nem nagyon ettem még eddig. Talán egyszer. Nem bossz az. Följebb kell menni még akkor? Ja, a másik igen. Oldalt van, látom. A kesudió mosorából a legjobb. Aha, mondjuk izé ilyen diák csemegeszerűbe biztos, hogy ettem már. Nem a szalámiba. Igen. Eskü hiányoztak ezek a live-ok. Nekem kicsit jó itthon lenni, és nem tanulni, meg dolgozni. Hát elhiszem, megértem. Ez a jó téma, és elkezdtem megfulladni. Ja, Janára nyugodtan tudsz írni, Tifi, csak nagyon sokat dolgozik. Velem is nagyon kevés idő van, olyankor is próbálunk telefon meg mindenmentesen lenni, hogy közös időt töltsünk, de reméljük a következő hónap már nyugisabb lesz. Ezért vett DV Janára
füst. Ja persze, régen kaptunk amúgy valamelyik Mongooftától, valamelyik rajongónktól, kaptunk egy Jana és Dave babát, csak leszakadt a Dave baba feje. Emlékszem, mutattam live-ba vagy valami, és így ahogy mutattam, leesett a feje. Valahol megvan, mert nem dobok ki semmi ajándékot, tehát valamelyik dobozban benne van azóta is, fejetlenül. Itt sziklám. A testékű van. Külön ja, van a teste. Ja, ez ének a része? Ez már feladat. Ja. Tudom, és örülök ti fel azért, hogy visszatérsz aktívan, tényleg jól esik újra itt látni. Ah, bónusz originál. Ja, hogy akkor így tényleg dupla annyi cuccot kapunk. Ha még egyszer. Na, hát ez tök jó. Következő, az nincs olyan messze. Dave a fej nélküli lovas, igen. Most küld el YouTube az értesítéseket. Figyelj, mikor lemegy a live, és másnap reggel 6-kor kapom az értesítőt a Discordról, hogy elindult a live, majd 8 órakor kapom, hogy véget ért, akkor így nézem, hogy te most mit szívtál, tehát, hogy... Hogy jó, hogy jelezted, igen, csak 5 órával előtte indult, és mondjuk 6 órával, vagy 4 órával előtte zártuk le, de ne zavarjon senkit. Tehát, hogy... Most van. Itt egy láda majd, ezt ki tudjuk majd nyitni? Igen, csak... Au! Szívesen. Au, mi történt, belerúgtál valamiben? Nem, valaki felvontott a holdot. Nem én voltam, én. Nem. Nem. De úgyhogy csak épp, hogy feléjövek a létrád, és repülök. Amúgy esküamnéziás vagyok, de idén léptem ki, vagy tavaly? Tavaly volt már szerintem, Tifi. Mi? Hogy a modi csoportból kiment. Szerintem tavaly. Amnézia, az jó játék. Ha, játszottunk vele. Jajj, amúgy ritkán fordul elő Dave-nek, hogy unatkozik. Van az a szint, amikor dolgozok, és mondjuk halott holt idő van. Tehát, hogy ugye tök jó a recepciózás, meg minden, de van két hol, van két nagyon aktív idő. Ugye nyilván a reggel, meg a délután ilyen 5-től este 7-ig, amíg jönnek haza, meg minden. De mondjuk, amikor... 2 és 4 közt még nem történik semmi, mert 4 körül az irodisták azért végeznek, de ott az a 2 órás semmi, az például olyan. Azért nagyon ritkán van, de akkor sem unatkozok, mert tervezem a live menetrendet, új videókat írok össze, meg ilyenek, tehát tényleg ritkán, amikor unatkozok. Meg Patiékkal unitozunk, igen, vagy ha Baxi live-ot tart, akkor ott is játszok, csak nem tudom hallani, amit mond. Amikor dolgozik, de amikor kicsit fáradt, amikor Dave dolgozik, hát fáradt vagyok sokszor én, de most ma kivételesen majdnem 5 órát aludtam, az tök jónak minősül, miután hazajöttem, azért is kezdtem késve a live-ot, nem akartam felkelni az ébresztőre. Szia, Sonic! Vajon csak én vagyok vak, vagy a Émin olyan a PSS kard. A PSS kardban. Ja. Hát ő PSN tolja, ugye? PS-en kezdtem, de már PC-n. Ja, hogy átálltál rá, aha. Azért már amikor ugye megnyitom a part, akkor ott nem írja, hogy a PS-es ID-t meg ilyeneket. Mert amúgy írnia kéne. Ja, hogy itt víz van, csak én most úgy beleugrottam. Ja, amúgy ez a kedvenc helyem, mert azért nem tudom, néz ki, hogy itt van egy ilyen ág és víz. Igen. Amúgy mire volt jó, hogy megszívattál engem tegnap? Csak viccelődtem. De nem csak téged, Anna, a modi csoportba is. Igen, de Pati szerintem nem hitte, hogy bejutottam az X-faktorba. Nem. Nem értem miért. Még egyet ott megcsinálunk, gyertek. Szerinted hogy hittem volna? Hát meg amúgy gondolkozzatok már, hogyha ott lettem volna a táborban, hogy tudtam volna heti ennyi live-ot tartani? Minimum 2 hét kiesne. Igen. Mindenütt van egy etitkoti kártestvéred. Ja, igen. Na gyertek, defeat opponent, jönnek ezek a nagy vadállatok. Be lehet őket lökni a vízbe, meg fel kell robbantni a hordókat. Én pont akkor ültem fel a vonatra és nézem, hogy what, most mi? Volt vagy 40 olvasatlan üzenetem, wow. Jó, hát azért a fotó is sokat tett hozzá, tehát hogyha nem dobom ki a mentorral a képet, akkor nehézé, nem annyira hihető. Nem. De én alapban nem hittem el.
Ja, te tudtad, hogy amúgy is találkozgatok én olyan emberekkel, akik ismertebbek. Attól, hogy Dave nem mondja. Amikor találkozzál, elviszem. Ja, igen. De amúgy a kedvencem tényleg az volt, hogy ő is mondta, hogy izé, hogy hát honnan tudtad volna, hogy, hogy izé, ez meg az, mondom. Hát figyelj, most néztem az interjút, mondom. Nem, fel se ismerném úgy, ahogy smink nélkül, de így meg már fel lehet. Tehát, hogy most te olyan videót tett ki az interjúban, ahol még smink nélkül volt, és azért civilben más, de ez olyan, Jana is, hogyha kisminkeli magát, nagyon máshogy néz ki, mint smink nélkül. Azért lányoknál ez így könnyű, de fiúknál kevésbé. Tehát, hogy mi max a hajunkat lőjük be, nem körcél. Tehát, hogy mi mit tudunk? Hát max a hajat. Meg esetleg a szakáligazítás, ez a kettő. Igen. Amúgy, amikor rajzoltam. Ó, amúgy Patinak egy GG-t a chatre, srácok, nagyon szép lett a gúz-gúzos fanart. Nagyon-nagyon látszik, hogy sok meló volt benne, az Édeskert is írta, hogy le a kalappal, úgyhogy még egyszer köszönjük a fanartot. Rá, hát kim van Instán, Pati? Ja, mert én nem láttam. Ja, hát meg is vagy rajta jelölve, hallod. Ja, hát az Insta az nekem arra persze, hogy nem. Hát, de arról, hogy megállnál az Insta, amikor rajta ült. Ja, igen. Meg amikor izé valami olyan ember kirak valamit, amit nem, akit nem is követek, az persze írja. Anna kérdezi, hogy Pati, az nem baj, ha inspirálódik rólad, mert tudod, Mutko is volt egy ilyen, hogy valamit hasonlót csinált fanartot, és azért kérdi már meg előtte. Nem, itt van valami kis event küldid. Jó, megcsinálhatjuk. Le kell verni ezt a fújics agentet. Fatui agentet. Fatui agent. Fatui agent. Agent, jaj, de jó. Agent, nem agent, Pati, agent. Ja, tényleg. Ez is, töltsétek le agent sint. Tehát, hogy... 5 perce írtak ki a YouTube, 15 perc késéssel kezdjük a live-ot. Hát ő azt már nem most kéne, hát akkor kellett volna, hogy kijelezze, mikor volt az, hogy tényleg annyival később kezdtem, mert tölteni kellett a telómat. Elfelejtettem hazaérve felrakni. 20 méterről így felébredtem ez a csodálatos... Figyelj, most akkor csomóan kaptak értesítést, majd 20 perc múlva jönnek a chatre, mert azt hiszik, akkor kezdődik a live. Igen. Hát én, ahogy hazajöttem, kaptam az étésüköt. De az meg még nem is az eredeti, hanem amikor csak beteszem, hogy mi lesz meg minden. Igen. Mivel ugye Dave beírta a modi csoportba is, hogy egy 15 perces késés lesz, ezért én tudtam jönni. Hát jó, de nektek nyilván időbe kell szóljak. Igen, de én amúgy nem is kaptam értesítést. Halli John újra. Jó pihenést. És jobbulás, most John is beteg. Jobbulás. Ha van John beteg. Hát. Jaj, ma amúgy a fiú osztálytársaim majdnem pofogtak engem meg a Nikit egy kulaccsal. Ó, gyertek át ide a könnyebb teleporttal, mert szigeten van a kövi ilyen. De konkrétan ott faktisztak a egyik üvegével, és konkrétan ott izé rúgdossák a táblának, mindennek, és majdnem fejbe van. Hát azért nem jó, vigyázzanak. Hát a fél centivel előbb lettem volna, akkor fejbe vágtak volna. Szomorú szamurá. Olyan erővel oda rúgták, hogy megijedtem rendesen. Meg a Niki is. Várj, harcolunk, rám támadtak. Ajaj, jól van. Aki lelépett. Kilépett, lehet a Star Stable magyarul, nem? Nem magyarul. Nem, mert itt van még. De még mutatja a kóba. Discord. Ja, Discord, hát ez előfordul. Béka! Mondjuk nekem a reggeli galambos téma se volt. Igen, röviden esnek is majdnem neki repült a fejének a galamb. Nekem tényleg nekem repült, neki meg csak majdnem. Ja, ott van. Ezek a galambok megvadultak. Vad galamb. Kulum. De olyan rossz, miért nem tudjátok elindítani nélkülem? Ha mert... Olyan házigazda. Igen. Az ilyen... Dave feje vagyok, hanem Dave rossz feje. Ó, oh, ez fáj, Dave feje. Valamelyik nap majdnem ráléptem egyre, egy galambra ráléptél, majdnem kira, az hogy történt? Meséld el a szituációt.
Ja, én azt hiszem, Dave-nek a fejével majdnem állépett. Érdekes lenne, személyesen találkoztunk, Kira ott volt a Tallinn, és ő segített, ő fotózott meg videózott minket a Tallinn, úgyhogy a Kirával találkoztunk már, meg amúgy is, meg máshol is, úgyhogy de az a fejemre még nem próbált rálépni, hála az égnek, ne is próbáljátok meg. Oda jöttetek elénk, akkor így konkrétan azt sem tudtam, hogy kivel jössz. A Kira volt. Jegyeket, bérleteket, megjött a BKV ellenőr véneszavon. Amúgy ott nekem fel se tűnt, hogy ott videóztatok. Hát én nem, de a Kira igen, tehát ő azért segített, hogy ne végig nekem legyen a kezembe a telefon. Nem, hogy amikor odajöttetek elénk, hogy akkor videózott, akkor fel se tűnne. Van még ilyen szerző szuc valahol? Igen, jaj, most ide rakták ezt. Hova? Ja, látom. A teleport mellett. Ne menjen itt egy láda! Jaj, ne elmentem! És ez 10 primó vagy mennyi. Vár, megyek vissza oda. Gyere vissza, addig mi lesz egy szerintem. Addig a lányok intézkednek. Dave Pukia írta, hogy Puk. Köszönjük. Köszönjük szépen. És aki még nem iratkozott fel, iratkozzatok fel, srácok, most a kövi cél már 7000. Nem akart odébb menni, nem repült el, és sokan voltak a villamosnál, úgy kellett kikerülni, centire volt tőlem. Ó, értem. Ja, én meg tegnap jöttem haza a suliba, és így láttam egy halott elütötték. Olyan is szokott lenni, vagy a macska széttépi, olyat is láttam már nem egyet. De konkrétan elütötték. Így nem értettem, hogy csinálták. Hát gyorsabb volt, mint a galamb. Egy galamb az itt így gondolkodott. Igen, 5 primó volt benne amúgy. Közben váltott zenét a galamb, azért nem vette észre. Ja igen, csingling, kész a kávé. Á, most kivételesen ma ilyen ünnepi kávé volt, Starbucksos. Néha szoktunk ilyet ilyen havi két havonta egyszer. Azt hiszem, hogy fahéjasat ittál. Nem, fehér csokis szirupos, nagyon finom. Most csak annyit láttam, hogy ketten mentek egymásnak. A Star Stable-on meg az én, így mondd neki. Ja. És köszi, segítetek gyűjteni ilyeneket, mert igazából kérdeztem Mutko Patit, hogy tudsz annyit szerezni, hogy azért mindenkit felhúz 84-et mondnak. Amúgy konkrétan most van, vagy 100. Józsi, köszönöm szépen a 8 hónapos támogatást, nem sokára meg lesz az 1 éves támogatásod. Köszönöm szépen, Józsi. Én ebben az, hogy segítünk neked, akkor magunknak is. Amúgy igen. Amúgy nekem volt egy olyan, amit már átneveztem ugye YouTube-on, hogy Dave-nek a falai, igen, mindané. Emlékszek. És hogy vagy, Józsi, milyen napod volt, mesélj. Nem nyomtam még. Hát aki be tudja nyomni, havi egyszer tudjátok ezt benyomni, hogy megmutatjátok és meg tudom köszönni. Úgyhogy ha még nem lőttétek el, akkor be tudjátok nyomni, hogy hány hónapos támogatók vagytok. Ha elnyomtátok, akkor elsője után, vagy hát amikor megújul a tagságotok, onnantól tudjátok. Ezt a SoulChannel-nek köszönöm a 4 hónapot, MSA-nek az 5 hónapot. 8 hónap és 30 napja. Királynak a 19 hónapot, gyerekek, az mindjárt 2 év lesz. Nagyon durca. Nekem szuper napom volt. Jó volt, én ma csak aludtam, mert tegnap nagyon hosszú napom volt, meg holnap dolgozok, ugye általában másfél nap pihenő van mindig, de hogy cseréltem egy kollégámmal, és ezért holnap dolgozok, és helyette szombat-vasárnap hétfőn itthon vagyok. Szombat-vasárnap lesznek live-ok, most már elárultam, a tagok úgyis tudják egy hete, hogy szombaton SSO lesz, vasárnap pedig Pokémon Unite Baxival, és hétfőn pedig valószínűleg pihenek, de majd még meglátom, a jövő heti menetrend vasárnap kerül ki. Vagy össze is United-ozni. Akár, nem tudom, még eldől. Meg van, én tötyörgök a 2 hónapommal. Ráadásul te ajándékozott 2 hónappal, de az is tök jó, hogy beleszámolja. Azt nem tudom, hogy egybeszámolja az ajándékot meg a simát. Na, azt például nem tudom. Szerintem egybe. De nagy eséllyel igen. 24 órásról mikor tudunk valamit? Őszintén én ma még vártam egy visszajelzést, azért nem került ki, mert benne volt 50%-ban a pakliba, hogy a Kiki átjön és horror live résznél a Cupheadet toljuk éjjel, de egyelőre úgy alakult, hogy lehet, hogy nem tud átjönni, azért nem is került ki még ilyen információ, de jövő héten már fixen jön az, hogy vagy nem jövő héten, bocsánat, hétvégén tudjátok, szombaton az SSO előtt megy ki a videó. Szombaton, okay. Szombaton. Ott megtudjátok. Elmondta, hogy mikor. Őt már tudja, de azt, hogy mikor, azt nem.
Nem, csak annyit tudunk, hogy... Na, azt még én se tudom, mert hogy nyilván most ugye próbáltuk átszervezni, hogy akkor ki is jönne, de végül is nem biztos, hogy tud. Egyelőre 80% hogy nem tud, úgyhogy majd meglátom. Ő azért jött volna Cupheadezni, hogy fordította volna ugye magyarra. Majd én fordítok. Vagy ezért. Ki jött hozzá magyarosítást, nem? Én még nem láttam, ha van, akkor viszont az király, mert eddig azért nem játszottam a Cupheadet, mert nem volt hozzá magyar szöveg. Vagy elkezdték, nem tudom. Szerintem csak elkezdték. Én most néztem, és fájt a szívem, hogy a Steamen az a poliszos játék most csak 15 euró körül van, 19 helyett, de még mindig nincs magyarosítás, ahol rendőr lehetnék meg minden, én azt meg akarnám venni. Dév, azért nincs hozzá, mert még béta a játék. Ja, hogy még béta, mert nekem tetszik grafikában, meg mindenbe, csak így azért nem veszem meg, mert majd, ha már kijön a magyar szöveg hozzá. Például ugyanilyen, ami valószínű, hogy lesz valamikor, az új Life is Strange, hát új, a legutolsó Life is Strange, akkor ahhoz most készült el a magyarosítás, egy két hete, magyarítások.hu-n. Ezért azt várom, hogy majd beakciózzák októberben, leszokták vinni már azért szépen félára, és akkor megcsapatom, és akkor onnantól érkezik. Rendben van, jó szimszezést, Tifi? Hát vannak ilyen ezek a kulcsos oldalakot, valahogy 8000 forint a játék. Tudom, én már láttam 7-é is ugyanúgy, tehát én is vettem már Steam kulcsot, meg ilyeneket, úgyhogy jaja. De azért még megvárom azért, hogy milyen akciót dobnak rá, mert pont a Life is Strange egy olyan franchise, amit eléggé havi szinten legalább egyszer leszokott akciózni a Steam. Meg a Humble Bundle-t is figyelemmel kísérem, de ott most nem volt akcióban. Tudod, most rában nem lesz nagyon. Meglátjuk majd. Jaj, nézem, hogy hol a telefonom, már találjátok ki, hol. Na hol? Rajta ült. Rajta. Az igen. És Pati bebe elmerült a földben. Igen? Gyertek, én már mindjárt ott vagyok amúgy. Ja. De nekem, hogy van ennyi rezine? Hát én nekem még maradtak régről, volt egy... Úgyhogy én nekem volt Battle Pass-em vagy kétszer, vagy háromszor. És abból a holdakat megkapta. Abból a holdakat kiszedtem. Meg ugye a tépaődben, hogyha aztán hatos addig elviszed a szintet a tépaődben, akkor ott meg kapadsz ilyen lilát, ami 10 napig beváltat. Várjál, kéne a venti egy pillanatra. Miért? Mert ott egy láda, csak nem bírok felugrálni. Ja, igen, ahhoz én is. Hát vagy egy geós utazó. Ja, tényleg én azzal csináltam. De ezzel sem megy fel, várjál. De felmegy. Innen talán. Szerintem. Én nem tudom megállni, hogy ne használjam fel a holdokat. Hát én így live-ba látod, de live-on kivel játszanék, nyilván én is elhasználnám. Nem jó, nem ment előre. Aha. Ajaj. Megvan. Hoho. És most vissza is váltjuk, mielőtt nekiállunk a harcnak. Na, jó, hogy mondod, én is váltok. Béka! De azért nekem is fogynak most a holdjaim ezzel, de hát így lehet jó sokat szerezni legalább. Meg Dave-nek a békáit ellopom. Azt nyugodtan vidd a békán. Na, hogy megérzem, hogy ide egy tűz kell? Igen? Tényleg. Ráéreztél. Ajajaj. Ne, pont a charge-oláson közben hagytam meg. Az a jó ennek a karakternek, hogy a charge a half lövés. A Ventivel mégis elkaptam. Tényleg valaki kilépett, a Star Stable magyarul. Igen. Lehet dolga van. Igen, pont is írta, hogy megy. Jó, jó, szia. Most írta. Közben meg úgy írta. Most írta, a szerződés Petőfi. Hogy állunk a visekbe? Várjál. Az volt ma, hogy mentünk be az udvaros szünetből, azért be a suliba, és az volt,
Tehát, hogy így az első, és akkor énekelték az Isten. Mondom, aha. Mit énekeltek? Mert pont megakadtál. Az Úristen, ott énekelték az ajtóba. Pont amikor bementél. Na, közben Boxi elkezdett live-olni. Na, mit tart ma? United. De hát nincs is hétfő. Hát a csirkét. Ja, mert a Dodrio ma jött be megvehető pénzét, tényleg. Érthető. Lehet akkor majd én is lassan lezárom, azt megyek kicsit unitozni vele. Úgyis sokat haladtunk. De akkor majd gyertek át Baxihoz, lepjük meg, várjál. Tehát ne, most el ne menjetek egyből. Majd mindenki írja a chatre majd, hogy Mongufta. Majd mindjárt bedobom. Várjatok, mindjárt behagyjuk a Baxit. Én még Twitch-re ja, ott van, megyek. Ott van. Ja, hogy még ennyire most kezdte. Igen. Srácok, írjátok a chatére, hogy Mongufta, jó? Most ezt látjátok, itt lesz a Baxi. Addig adtam rá hangot, és akkor én köszönöm, hogy itt voltatok a mai Genshinben, remélem jól éreztétek nagyon magatokat, addig a hangot leveszem. És holnap nézzetek vissza akár egy régebbi adás, vagy régebbi videót, talán érkezik videó, de még nem merem 100%-ra mondani. És szombaton Eszeszóval találkozunk, folytatjuk, vasárnap pedig Baxival személyesen. Annyit írjatok még neki a Mongooftán kívül, hogy vasárnap nézünk. Ebből érteni fogja, remélem. Ha itt én vagy... Én vásuljok neki. Jó. Megjobb neki, hogy hozd a... Jó, azt írd, azt írd, azt írd. És akkor... Vagy az, hogy jó géptakarítást, így, nem, nem, ez mondjuk olyan genyó, nem. Mindegy, rátok bízom. Valami déveset, hogy rájöjjön, hogy én vagyok, mondjuk a Mongooftából, hogy ne jönne rá. Úgyhogy én itt lezárom, majd még, hogyha szeretnétek, akkor Baxinál láthattok remélem meccsbe, mert jövök játszani. És köszi, hogy itt voltatok, mindenkinek Mongooftakát, sziasztok!